Hölgyeim és uraim, fiúk és lányok, üdvözlök mindenkit, én Jack vagyok, és ma a Deep Rock Galactic Survivor-rel fogunk játszani. Ugye ez egy fontos megkülönböztetni, hogy nem a Deep Rock Galactic-kal, hanem az ennek a Survivor játékával fogunk játszani. Ugye ez egész más játék, mint a Deep Rock Galactic, ugyanarra a világra épül, és itt közben eltüntetem magam. Most lehet, hogy lefagyunk, mindjárt meglátjuk. Nem? Szuper. Azt hiszem ugyanattól a készítőtől készült, az biztos, hogy ugyanaz a világ, tehát ugye a Deep Rocknak a világában játszódik. És hát magyar a játék, én ezt akkor fedeztem fel, amikor indítottam. Tudjátok, hogy általában nem szeretem magyarul játszani a játékokat, mert nem szeretem, ahogy fordították őket. De annyira bájos ez a nyom meg majdnem bármelyik gombot, hogy úgy voltam, hogy nézzük meg magyarul, aztán meglátjuk, hogy mennyire lesz fogyasztható így. Meglátjuk, hogy milyen lesz. Lehet, hogy átállunk majd angolra. Ilyen szempontból nem lenne baj a magyar, hogy nem kell akkor azoknak se fordítgatnom, hogy mi mit jelent, akik esetleg nem annyira vágják a témát. Ez egy jó játék. Kíváncsiak, Ati, hogy te most, mert ugye azt már többen félreértették, hogy te most a Deep Rockra vagy a Survivorre gondolsz. Ilyen játék nem volt még a csatornán. Én egyébként néztem már ilyesmi játékokat, még nem nagyon játszottam ilyenekkel, de amúgy szeretem őket, van egy bájuk. Aki nem ismerni, ez egy úgynevezett autoshooter játék. Egy fölülnézetes, relatíve, tehát a legtöbb ilyen játék arról, hogy fölülnézetes, relatíve nagy hordák ellen kell harcolni, és nem az a játék lényege, hogy lőd ki az ellenséget, ugyanis nem tetszik az, hanem célhoz helyetted a karakter magától, hanem hogy helyezkedsz, hogy haladsz, illetve a különböző upgrade-ek, amiket felszedsz, ezeknek van ugye egy random jellege, de hogy azokból mit választasz, hogy fejleszted ki a karakteredet, és ezek mindig roguelike típusúak, ugye már a like is típus, tehát mondjuk rogue típusú. játékok. Van a Survivor párral. Kíváncsi vagyok, Ati. Én nekem egy elsőbbikre tetszett. Tehát ugye az a lényeg, hogy ha meghalsz, akkor a legtöbb progresszeret rezeteli a játék. Vannak olyan upgrade-ek, én úgy látom ebben a játékban, amik átmennek különböző runok között, de mindig az a lényeg, hogy indítasz egy runt, eljutsz, ameddig eljutsz, kihozol valamennyi értéket, abból tudsz fejleszteni, aztán újra nekiugrasz. Ez ugye, aki ismeri a roguelike-okat, én egyébként nagyon, vagy ilyen soft roguelike, vagy mit tudom, milyen van, ennek már millióféle megnevezés, én nagyon szeretem az ilyen típusú játékokat. Közben Zsuzsónak köszönöm szépen a tagságot a 13. hónapban, megvan a teljes egy év, köszönöm szépen Zsuzsó, üdv mindenkinek, jó játékot, csak a rózsaszín teli tőle. Köszönöm szépen, Zsuzsó. Majd meglátjuk, majd a csipkeverő tanfolyamra befizetem. Hogyha kicsit szétszórtnak tűnök, ez bocsássátok meg nekem előre is, ez azért van, mert ma kezdtem egy új munkahelyen, aztán a fejemben még zsong az egész napos info, és még nem ülepedett le, úgyhogy időt kell neki adni, de úgy voltam el, hogy nem akarok titeket ma se tartalom nélkül hagyni, úgyhogy azért gondoltam, ez egyébleg egy ilyen lájtosabb játék. Vágjunk bele, nem akarom húzni az időt. Köszönöm szépen még egyszer, itt valami sem jelenek a között. No, megnyomtuk majdnem bármelyik gombot. Az egér gombja az a majdnem bármelyik izében. Ilyen típus játékokkal fölött telefonon játszottam. Én még telefonon sem, ugye tudjátok, hogy nem szeretek telefonon játszani, nem az én világom. Gépen is egyébként egész sokan. Mostanában kicsit divatba jöttek. Volt mostanában egész sok a Death Must Die, azt hiszem talán a Hades, nem akarok butaságot mondani, a Vampire Survivors. Nem, a Vampire Survivors szeretem, nem, elég sok volt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki dob egy lájkot. Egyébként egy nagyon jó támogatása a csatornának, akár hiszitek, akár nem, mert a YouTube tényleg ez alapján is azért dobál föl, úgyhogy aki megteszi, annak megköszönöm. Tudjátok, nem szoktam értek könyörögni, de mindenki, aki megteszi, azért annak nagyon hálás vagyok. No, kezdjünk bele! Azért gondoltam, ennyiből gondolom, hogy vannak körök közti fejlesztések, és nem ilyen hard roguelike, hogy mindent elveszítesz, hogyha meghalsz, ugyanis vannak fejlesztések, és itt különböző dolgokból, azt se tudom mi ez, ja, aha, tehát pénzből, illetve különböző kristályokból, amiket itt tudok venni és eladni, lehet különböző fejlesztéseket csinálni, ezek gondolom minden körre érvényesek, tehát itt ilyen sebzést növelni, szerencsét, TP gyűjtés mértéket, akár gondolom tapasztal XP lesz a TP, regeneradást, stb. És én ennyit néztem a játékról, meg egy nagyon rövid videót, vagy hát nem egy nagyon rövid, Asmongold, aki tudja, én ugye nem szoktam sok tartalomgyártót nézni, Asmongnak szoktam egyébként YouTube-on a vodjait, illetve különböző reactionjét, stb. Itt nézni. Ő nála volt a játék, és ott igazándiból megtetszett. Ő elég sok ilyenhez ilyet játszott. Ez inkább Vampire-hoz áll közel, mint a Hades-hoz. Köszi szépen, Ati. No.
vágjunk bele. Roguelike, amikor nincs metaprogresszió, ranok közti fejlődés, csak te leszel jobb a játékban. Roguelite, igaz, na ezt a szót kerestem, tudtam, hogy van mi light, és nem jutott eszembe. Igazad van, Nerd, köszönöm szépen a pontosítást. Ez egy roguelite játék, mert a roguelike-ban nullázzák, tehát például a, nem az Isaac se jó, mert az Isaac-be is tudsz már azt hiszem vinni. De aki esetleg régen játszott a Binding of Isaac-kel, az is ugye egy roguelike per roguelite játék. No. Merülünk, igen. Játék indítása. Egy opciónk van, úgyhogy én úgy döntöttem, hogy a kristálybarlangokra megyünk. És itt is lehet majd választani, gondolom, ahogy fejlődünk veszélyszinteket. Teljesítsd a merülést. Aha, akkor tényleg merülünk, jó? Érd el a Deep Court, a GK 2 12. szintjét, és gyűjtsd össze 200 egység aranyat. Jó. A választási lehetőség közül úgy döntöttem, hogy a Scout-tal ugye a felfedezővel fogunk játszani. Egyébként szerintem, amikor együtt játszottunk Stark-kal, ugye a sima Deep Rock-kal, én akkor is szerintem Scout-oztam, én nagyon szeretem a Scout-ot. Játszottunk szabványos, meg másféle módokon is, ami még nem tudom, hogy mit jelent. Ja nem, ezt gondolom, aha, mozgási sebesség plusz teljes életerő, gondolom lesznek majd más bónuszok is hozzá, és van egy, egy egyszerű gépkarabélyunk hozzá. Nagyon jó. És már itt is vagyunk, nem, egy kicsit, jó, megállítja a játékot, egy kicsit hangosak vagyunk, én úgy érzem. Aztán majd meglátjuk, szóljatok, várjál? Nem, igen, elvileg elég hangosak voltunk. Igen, spoiler és backseat óvatosan. Don, itt ami azt jelenti, spoiler nem igazán lehet, backseat az lehet, azt majd meglátjuk. Az mondja, jó arc, én is nézem meg sok kontentjét. Az mondja, jó arc, amikor valamihez nem ér, de nagyon okos, akkor tud idegesítő lenni, illetve amikor... amikor mondjuk én múltkor néztem egy streamit, amiben logikai játékokkal játszott, és kikészültem, mert ahhoz nem volt meg a háttérizéje. Egyébként nagyon szeretem a véleményét a szociális témákról például. Nagyon intelligens, így van, szélsőséges, így van, én is az vagyok. No, van egy pincurka borostája a törpének. Nem nekem, nem hangos. Nem baj, majd meglátjuk. Szia, ezek van benne magyar nyelv? Igen, Nezu, eredetileg magyar, úgy indult el a játék, nem is tudtam, hogy magyar. Na. Játszódjunk. Szóval, mozogni én mozgok, lőni nem én fogok. Ez itt mi? Viszont bányászni... Nem, bányászni sem én bányászok, magától bányászik a törpém, és magától lő, meg magától lő a kis droidom is. Aranyat kéne gyűjtenünk, ugye? Jól emlékszem, meg gondolom ilyen egy... Ja, ezekből lehetett az upgrade-eket venni, ugye? Aha. És ezt ki tudom bányászni? Ki tudom bányászni, nagyon jó. És akkor gyűjtöget nekünk magától a kis üzénk, de látszik, hogy ha valamit kilövünk és nem vagyunk elég közel, akkor ugye ezt nem porszívózza föl nekünk. És itt jön a játék lényeg, hogy ugye időnként szintet lépünk és kapunk választási lehetőséget a random upgrade-eket, amiket tudunk újra sorsolni, ugye rerollolni. Én egyébként azt mondom, hogy rögtön elismerjük az újratöltési sebességre, már csak azért is, mert most még nem mentünk el semmilyen irányba. És ugye van ugye ez a common, uncommon és a rare, tehát ugye itt is különböző tírekben vannak a különböző fejlesztések, tehát szerintem egy 25%-os újratöltési sebesség az egy elég komoly upgrade rögtön, hanem mindenképpen érdemes elmenni, mert ugye akkor kevesebb a downtime-ja a fegyverünknek, ugye ez ilyenkor töltünk újra, és azért ez rohadtul nem lesz mindegy, amikor már mindenki is körbevesz minket, és úgy a szinte léptünk, életerő, kritikus sebzés, újratöltés sebesség, szerintem kritikusra nyugodtan rámehetünk, az, ha tudunk rámenni, ujjaj, az nagyon jó, és akkor na, itt jön ugye a játék lényeg, hogy helyezkedni kell, ouch, úgyhogy közben ne harabdáljanak minket össze. Aha, és hogyha eleget ölünk, akkor egy elit idegent is ki tudunk csalogatni, nagyon fura ez a magyar, ott kell bányászni. Aztán majd szerintem ide jön a mentőkapszulánk, amivel szépen innen le kell lépni, és ugye óvatosan kell közben beásni magunkat, mert hogyha olyan helyre beásom magam, ahol mögém jönnek, akkor utána beszélve, hogyha nem tudok időbe átásni. Na most plusz életerő, plusz sebzés. Majd meglátjuk, hogy mi lesz, jó. Bullet zápor, így van. Egy kicsit egy ilyen bullet hell típusú játék. Szerintem amúgy ezzel tudok. Aha, ezt is tét kell bányászni, és akkor ez egy ilyen loot bug. Erre emlékszem, ez volt az alapjátékban. És akkor most jön egy bogára. Jó. Majd ki kell tapasztani, meg ugye ez típusú az a játék, ahogy egyre jobban mész, egyre pörgősebb lesz a... Aha. Sziasztok! Na ezeket kell rohadt gyorsan elkerülni valahogy. Meddig tudunk eddig menni? Nem tudunk nagyon. El tudok mehetünk menni. Na ilyenkor jönnek ezek a trükkök ugye, amik ezekben a játékokban érdemesek. És akkor szépen jövünk ide gyűjtögetni, hogy szintet lépjünk közbe. Nagyon jó. Ó, és már van is új fegyver. Közben olvasok. Capsurvy és Wolf gémek fekszenek.
Ugye egy téren neki sok, sok lehet, és nem azért, mert buta, inkább szerintem nem fekszik. Így van Peti. Teljesen egyetek. Dagadt henyőt is szét. Megvan Zoltán, köszi szépen. Menő a graf és a zene is tetszik eddig. Nekem is adja játék, majd meglátjuk, hogy milyen üzé van. Igen, János, ezt mondom neked is, hogy ez nincs... ez a játék nincs Game Pass-en, ugye az alap Deep Rock Galactic az van... van Game Pass-en. Ez nincs, de egyébként 8 vagy 9 euró most akciós, úgyhogy igen. Jönnek itt is minobaszok, minden jön. Na nézzük, van fagyasztógránát. Lassít, az nem hangzik rosszul. Azt nem tudom, hogy ilyenkor lecserélem-e, vagy tudok-e váltani. Tehát most oké, ott van egy fegyver. Ja, és akkor 5. szinten kapok még egyet, I see, tehát stackelődnek a fegyverek. Jó, van sötétes puskánk, ugye van ez a Zukov, ez gondolom egy... nem LMG, mindjárt mondom mi, ez SMG. És van egy gránát, jó lesz nekünk a fagyasztógránát, lassítsuk csak a dögöket. Na és akkor elvileg azt gondolom, hogy... aha. Ez is szépen automatikusan gránátoz nekünk. Jó. Ott van valami lila, ouch, lila szutyok, azt összeszedjük. Aha, azt gondolom extra XP. Na még sebzés, még újratöltés sebesség, vagy kritikus sebzés. Bár ebből van sok, de szerintem rámehetünk kritre. Nem baj, hogyha... az ilyen játékok általában jók a kritek, jók a kritbuildek. Jó lenne, hogyha nem common kritfejlesztés. Na és itt van a mágnes. Ez minden ilyen játékban van. A mágnesnek ugye az a lényege, hogy az a rohadt nagy távon behúzza az összes izét. Aha, na ez például érdekes, mert itt ugye van olyan, ami 5% sebzés minden fegyverre, ez pedig 15% sebzés, de csak a gránátunkra. Meh. Szerintem egy 5% overall seb... 2 szintet léptünk, az jó. Közben, akkor van Xboxon, nem tudom. Szia Zsolt, hello, üdvöd mindenkinek, akik jöttek közben, szia Krisztián, üdvöd. Vörös cukrot, ha találsz, az gyógyít. Aha, köszi szépen. Megfertőztél ensedőt, de most már mindig elkések kapcsolódva. Nem baj, Backross, örülök neki. Az ensedőt nagyon jó játékot hozzá. Az, ami itt a bogár van, de okod bogár hiányzik. What? Zukov Nuki. Aha. Az nem tudom, mi az a Zukov Nuki, de jó. Reszeltés zónán kell bányásznod a területet. Ó, okés. Oké, az játék kell nekem. Évek itt voltam ilyen típusú játékot mobilon. Don, akkor hajrá. Ezt van, lehet, hogy meg fogom bánni ezt a sok kritet. Ezt kéne... ja, ott írja, aha, ezt ki kell bányásznom. Akkor tud gondolom jönni a... ja, aha, ott ment egy fagygránát. Mindjárt visszamegyünk, csak meg kell őket itt tekernem, hogy ne legyenek útba. Ha. Aha, na most jön nekünk egy ilyen elitló pikula. Ezeket itt szed szét, légy szíves, hogy tudjak menekülni. És akkor most kell a... jó madarat fogyasztani, újra tölt nekünk a izé. Olyan szempontból jó az a játék, hogy amikor szintet lépünk, vagy történik valami, akkor tudok csetet olvasni, úgyhogy kicsit... ez nem olyan mondjuk, mint egy izé, ahol egy meccs idejére, tehát mondjuk egy fél órára nem tudok ránézni a izére, a streamre időnként. Ez nem szerencsés, mert most a tömeg útban van a fődögre. Ah, nagyon jó. Tűzgyorsaság, vagy teljes életerő. Egy kis plusz életerő nem árt, bár amúgy ezek... amennyire érzettem, nem annyira érdemes ilyen játékokba... azt hittem agyonver. Na ezt még agyon kéne ütni, ezt agyon tudom még lőni. Nem vagyok kötelező még menni, ugye nincs időpressure. Ajaj. Nem időpressure, bogárpressure lesz mindjárt. Lőjed már öcsém, azaz. Ratata gyorsabban. Aztán hogy később ugye lesz a többi töltőről is válaszol, kíváncsiak, hogy... oh, nice. Aha, most kell lelépni. Még újra, jaj, de ezek, mondjuk a gránátnak se rossz, hogy jó lesz ez. Ja, hogy aha, nem ide jön majd a... hú, ez nagyon jó volt ez. Gyorsan itt még gyűjtünk egy kis XP-t, aztán tűnci kifele. Meg gondolom, hogyha nem érünk oda, akkor szívás. Jó. Jó, megyünk, szuper. Síres game, 10 perc, a több dolog történt, mesetik vagy órát. Ez így van. Volt út, bogár, nem vettem észre. Na. Ó, és akkor most tudok... húha, ez itt kellemetlen, aha, 5 életerőt visszatölteni, újra sorsolni különböző utókat, és így tudnék vásárolni. Vagy aranyért, vagy pedig ezért a piros lópikuláért, ennek majd tudni kell a nevét, amúgy itt vannak azért elég komoly dolgok. Tehát kár, hogy ebből nem tudunk hanem, mert az 50% sebzés, ez nem lenne rossz. Hozzáteszem, a fagygránátnak inkább minél jobb újratöltési sebesség kéne, ott a lassítás a lényeg. Van tűzgyorsaságunk, sebzésünk, a
sebzés egyáltalán nem lenne hülyeség. Bányászati sebesség az olyan meh. Ezt meg se tudjuk venni egyébként, mi lenne sokkal szebb... Ja, az fegyver szintet, mert ez nem tudom mire jó, de képzeld azt, hogy a fegyvered sokkal szebb lesz tőle, jó? Jó. Ezt szintet túléltem. Elsőre nekem nem rossz. Piros lopikula, nitra. Aha, köszi szépen, Zoltán. Jó. Gyűjtjük a zöld vackot, mert ez lesz a ranok közötti. Aha. Ezt gyorsan innen kiszedjük, mielőtt minden is ide gyűlik. Lehet, hogy itt szeretnék is egy... Aha, szuper. Na, nagyon jó. A fegyverszín növelés, ezt tudjuk mire jó, az mit? Amikor úgy fegyvert, hogy kártyát választasz, akkor rámutat egyikre, akkor alul meglévő fegyvert felett mutatja még rá. Ó, nagyon jó, köszi szépen Norbert. Igen, tehát hogyha ráézélek, akkor ott látszik, hogy megjelenik a kis nyír, hogy mire hat. Nagyon jó. Köszönöm szépen. Mit jelent nekünk a fegyverszint növelés? Az... Mindegy, most rá fogok menni, mert ez nekem jól hangzik. Oho, I see. És akkor tudok neki adni extrát. Na, mik itt az opciók? Magas kaliber, vagy fagyasztott puskapor? Puskaport nem szeretném, hogy lefagyasszák. Plusz 30% sebzés, minusz 30% tűzgyorsaság, és átütő... Ugye ez azt jelenti, hogy átmegy a dögökön, és ez nagyon jó hangzik. Bár a 30% tűzgyorsaság a szívás, de rá kell menni tűzgyorsaságra, és akkor nem lesz olyan izé. A fagyasztó sem rossz, mivel már van fagyasztógránátunk, azt gondolom, hogy semmi értelme nem lenne annak ezzel a fagyasztógránátnak, úgyhogy szerintem erre nyugodtan mehetünk. Itt akarok egy átjárót csinálni, hogyha nagyon megszorulunk, akkor könnyebb dolgunk legyen. Szuper. És akkor keresgünk, most nézem, ott van fönn minimap, tehát tudunk nagyon jól izé. Csak ugye ez is olyan, hogyha agyatlanul haladsz, akkor nem tudod felszedni az XP-ket. Na most... igen. Kezdjünk el itt szép... Ó, ott van már egy... Közben jön a bogárraj. Na ez most lehet, hogy szíves lesz. Itt el kéne jönni erre. Ouch. Hűha, itt most meghalunk. Gyerünk. Yes. Aha, jó, szuper. Ettől most egy kicsit besz... Ez most majdnem nagyon csúnya lett. Amúgy ő dobálja a gránátot, nem, én dobálom a gránátot, jó. A surprise block, ezt itt ki kell nekünk bányászni, addig itt szépen tudjuk aprítani a dögöket. Úgyhogy ez alapján már szerintem nagyjából látható, aki még nem játszott ilyen típusú játék, hogy mi a játéknak a bája és jellege. Csak ez lesz minél magasabb szinten, annál elmebetegebb mértékben. Na, adjunk neki, közben. Ez a fagyi, ez itt nagyon jó egyébként, hogy toljuk. Később lesznek ranged ellenségek is, attól egy kicsit fázok. Amikor már kerülgetni is kell a különböző dolgokat, azt már nem annyira szeretem. Gránátnak újra töltési sebesség nem rossz, crit találat esélye. Ó, akkor eddig crit sebzést vittünk fel, és nem találati esélyt, ugye? TP gyűjtési mérték, meh. Jó lesz a gránát, gránát sebesség, az jó lesz. Jó. Aha! Köszönjük szépen. Nagyon jó. Mindjárt bedereljük a kis dögöket, aztán jó lesz nekünk itt minden. És már itt van a következő swarm, na most kéne ezt valahogy gyorsan... Aha, jó, szintlépést összeszedni, szuper. Tehát felvétel távolság, az sem rossz. 10% az nem, ezek nem annyira jók, 10% sebesség nem rossz, de... Nem baj, a kicsit távolabbról porszívózzunk. Bár, ez majd kiderül, majd ezeket ugye... Hűha. Ezeknek a játékoknak ugye mindig, tehát ez tipikusan a Trial and Error játék. Játszani kell hozzá, és el kell cseszni sokszor, hogy rájöjj, hogy mi az, ami megérős, és mi az, ami a te játékstílusoddal jól együttműködik. Egyébként akár ilyen szempontból, tök más ugye gameplay szinten, de ilyen szempontból akár be akartam gyűjteni a kis bogarakat. Jó van, Jack, ügyi-bügyi vagy. Itt most át kell másznunk, villám gyorsan. Ez nagyon jó egyébként, hogy tudsz közbe bányászni. Más ilyen játékokban ez nem annyira jellemző, inkább nagy nyílt terek vannak, minimál akadállyal, és ott kell helyezkedni, és inkább csak az, hogy tereled a dögöket, az a... Jó, aha, és jön a magtera, szuper. Most porszívózunk egy-egy gyorsan, mert utolér az összes dög. Na, közben. Hello mindenkinek, üdv, akik jöttek közben, szia, ti a Lugó Lord. Üdv. Mit írtál, Ati? Téged nem öl meg. De mint az alapjátékban nagy damage ad, ha rásik a fejükre. Ó, oké, és köszi szépen, Ati. Jó,
Hát Don, ez ilyen, itt pont ez a lényeg. Supply drop sebez. Aha, igen, köszi szépen, Norbert. Van egy gomba kontrollen, a B alul, amivel meg tudod nézni, minek milyen sebzés van. Milyen bónuszaid, csak billentyű nem tudom. Aha, hát most ugye nem kontrollál játszok, úgyhogy ezt most hogy hirtelen nem tudom, hogy meglátjuk. Ezek mind elég gyengék. Mennyi pénzünk van, dobjunk egy újra sort? Nincs 14-ünk van, úgyhogy nem is tudok. Hát akkor bányászli sebességre megyünk, hogy legalább amikor menteni kell a seggünket, akkor gyorsabban tudjuk menteni. Aztán most úgy kéne ezt a magtera csodát terelni, hogy tudjuk aprítani. És úgy, hogy közben ahogy átlövünk rajta, a tömeget is tudjuk aprítani. Ha már megvettük, hogy arany. Szedjük csak az aranyat, mert közben az is fontos, hogy bányászgassunk is. Úgyhogy érdekes egyébként a játék jellege. Szerintem szeretni fogom, aztán majd meglátjuk, hogy ja, közben váltok útbogár. Aha. Na ez a szívás. Ó, ott van valami piros. Az micsoda? Ez most lehet, hogy beszívatom ezzel magam. De lehet, hogy nem, mert ugye azzal nem számol az ellenség, hogy én hol megyek. És lehet, hogy itt át tudom magam fúrni, és nem kezd el ide gyűlni. Nagyon jó. Új fegyver. Aha. Tehát igazándiból nem kapok egy harmadik újat. Mivel az alap karabélyom az erre jobban sét, szerintem egy shotit hozzáteszünk. És akkor szépen erre eljövünk, mert nem számított arra senki, hogy én itt átfúrom magamat. Jó. Csak ugye ez is, aha. Oda a piros ír, el kéne menni, de arra nem biztos, hogy lesz izém. Ja, és akkor most meg kéne ölnöm az elit dögöt, aha. Ha kezdenek gyűlni. Nem baj, megoldjuk valahogy. Adjál neki, de ne előre lőjél, légy szíves, hátra lőjél, meg rossz helyet dobod a gránátot, csak mondom. Aha. Őt lőjél. Ne váljanak erősebbé, kérem. Ó, ott még bányásznunk is kell, ugye? Aha. Gyere. Azaz. Jó. Még rá kell jönnöm, hogy mi mitől függ. Nagyon jó. Crit sebzés. Inkább crit 100% kéne. Jó, nem baj, jöhet. Nagyon szupi. Na, kezdünk egyre táposabbak lenni, meg egyre jobban szinergiába lépnek a fegyverünk. Na, eszközök. Piros, amit bányáztál most, az a piros cukor. Aha, az gyógyít? Szia Péter, hello, hello. Én úgy gondolom, nem éri meg újra sorsolni, mert drágák a boltban a cuccok, és ugyanaz a fizetőszöz. Én is erre jutottam így hirtelen, Ati. Na nézzük, minden sérülés után tapasztalat is jár. Megnőri szintlépéskor visz nyert életerőt, ez jól hangzik. Kettőben növeli a teljes életerőd minden egységét összegyűjtött vörös cukor után. Lehet, hogy ez jobban hangzik. Csak nem mondjátok, hogy mennyire fog, inkább menjünk erre. Jó, és akkor újra töltési sebesség, ez viszont jó, mert ugye lassítottuk a fegyvert, bár tűzsebesség kéne valójában. Vagy mozgási sebesség, az se hülyeség. 6-9. Viszont, várj, ez minden fegyver, mi? Akkor ez, akkor biztos, hogy ez így is elég gyorsak vagyunk. Aha, igen, ezt most ebbe majdnem bele is döglöttünk, ügyes vagy, Jack. Na, adjál nekik, kell még újra töltési sebesség, nagyon nagyon beszívom, amikor éppen újra töltés van. Aha. Ne legyetek erősebbek, legyetek szívesek, ide mászunk be gyorsan. Azaz, gyertek csak szépen az alagútba, kis rohadékok. Ezt gyorsan beszedjük. És most kell villám gyorsan lelépni. Nem jó. Nem tudom, hogy el fogunk-e odáig érni. Jó, ásima. Szevasztok! Jó szórakozás, srácok! Jó! Na! Lifesteal? Ilyen játékokban jellemzően nincs, mert nagyon rá kell arra menni, hogy bár lehet, hogy lesz, nem akarok hülyeséget mondani. Na! Mik vannak itt? Ez 50% tűzgyorsaság, ez már most nagyon bedesznek néz ki. Az újratöltés sebesség sajnos, azt nem tudom megvenni. Ezek annyira nekem nem. Ezt tudom, hogy csak a izére vonatkozik, de mivel az most jelenleg a fő sebzőnk, mert ugye arra ment eddig a legtöbb upgrade, ez nekem nagyon tetszik. Ez
ha belefér, még nem fog beleférni, úgy ez is kéne. Ez van. Akkor ezt tesszük meg. Ezeket tőled, hogy nem lett volna hülyeség együtt, de nekem ez így jobban tetszik. Jó, és akkor gyakorlatilag ennyi volt a vásárlásunk. Na, és akkor most rögtön, ne, arra menjél, rögtön rá is megyünk, hogy elkezdjünk bányászni, mert szerintem ezt nagyon elhanyagoltam az előzőben, és sokat csak témferegtem. Csak ugye, az is egy érdekes dolog, hogy minél többet bányászok, annál kevesebbszer tudod azt megcsinálni, hogy azzal szivatod be az ellenséget, hogy bebányászol valóban, amire úgy ők nem számolnak, hogy hol fogsz kijönni. Sebzés. Kérem ezt ide. Jó, gyerünk, szuper. Aha, ott van még egy kis arany, azt itt, azaz, szedd szét nekem, köszönöm. Na, szedd be! Azért, kérjük ide, úgy. Szuper. Nagyon jó, ott a soti az most szépen pucolt nekünk egyet. Na azért van most bőven sebzés. Szuper. Aha, és akkor ott van egy kis ez gyógyít nekünk, ugye? Nagyon jó. Zérgút. Jó, ő pedig felrobban, most már ezt is tudjuk. Gyertek ide szépen. Ó, és van ami... Ó, a nagy dögök azok kibányásszák a követ. Aha. Jó, itt át kell vájnunk, csak hagyjuk jöjjenek össze, hogy ne vigyék el rögtön az összeset. Jó, és akkor most jöhet a supply-nak a felszedése, mert ezt előbb is elhanyagoltam. De először el kéne menni a HP-ért. Ott van megint cukor. Gyerünk. Jó, szupi. Kisebb ülődököt azt kikerüljük. Úgy is erre kell jönni. Nagy... Ouch, most mi? Ó, itt már valami köpköd. Önnek nem örülök. Oda majd vissza kell menni. Jó, bányászunk itt egy kört. Ugye nézek csetet, csak hadd... nem ki akarok menni belőle még. Jó. Gyertek csak. Most. Gyerünk. Azaz. Ez most lehet, hogy bele is halunk. Na nézzük, közben. Szia Dani, hello, hello. Van életopás, nagyon jó. Bányászás fontos, ebben az a játék lényege. Tudom, Jack mióta követlek YouTube-ban, azóta rájöttem, hogy maxon tolod a fogd és fuss taktikát. Ez így van, Black Wolf. Nem, fogd, fuss és közben gondolkodj, hogy egyáltalán jó ötlet volt-e. Mondjuk az hülyeség szerintem, hogy a gránátot nem lehet manuálisan dobni. Az lenni, hogy hárítható lenne, Tamás, egyetértek. Kis esélye tapasztalatot találhatsz, szikla kibányászása közben meg. Ez jó lesz nekem. Még több. Azaz, gimi. Szintet is léptünk, szuper. Ez sem hülyeség. Ide a plusz sebzés sem hülyeség. Tudom, hogy ez jobb. De a gránátom sebzés az annyira nem kritikus, inkább többször gránátozzunk, mert egyre többször jön jó, hogyha kicsit megfogyasztjuk őket. Lásd! Adott példamutat, innen gyorsan porszívózzunk egyet, szintet is léptünk megint, nagyon jó. Összes fegyverületötés sebessége nem rossz, TP gyűjtési mérték. Ja, hogy több TP-t kapok 600 erékkal, vagy ide a tűzgyorsaság. Több TP, köszönjük. A tapaszpont, nagyon jó, és innen villámgyorsan sipírcelni kell, mert be fogom szívni. Át kell itt mennem. Ez amúgy nagyon tetszik, ez a újjai taktikázás, hogy át tudod fúrni magad a sziklákon, és rendesen beleszól, hogy tereled a rajt. Szuper, kérem ide a lilát, nagyon jó, szintet léptünk. Kinetikus sebzés. Ja, itt is van, hogy mi a gránátra nem hat, de a 2016, ez nagyon jó egyébként. Szia, Tali, hello. Ja. Az, gyertek csak kis rohadékok, azt onnan lőjük ki. Úgy, nem szeretnék sebzés, mert... Szedd szét, nagyon jó. Gyertek csak rohadékok, ne hagyjuk, hogy bránk másszanak. Jó. Épp hogy sikerült elmászni, nem baj, ez így tökéletes volt. És ott jön az elit rohadék, annak viszont nem örülök. Erre kell átmennünk, jó. Ez itt pont jó lesz. Első ráda egyébként szerintem nem állunk rosszul, nem tudom, hogy meddig szokás eljutni, de... Ugye ez nem az a játék, amit egy srungra befejezel, tehát ez nem az, hogy oké, első karaktereddel úgymond végigviszed.
ez egy jellemző nagyon játék, ahol meg kell halni. Főleg így, hogy lehet ranok között különböző fejlesztéseket venni. Tehát biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb szinthez majd egy csomó fejlesztés kell, amiért farmolni. Újúj! Na ez most szívás. Ouch, nem vettem észre a robbanóst, de a rootbogára szépen rájövünk. És akkor itt meg a piros vackot kéne összeszedni. Ez az. Csak ugye túl gyorsan sem szabad haladni, mert akkor... akkor nem sebzel addig semmit. És ugye idő elteltével egyre keményednek az ellenségek, tehát nem jó... Ne várjatok erősebbé, halljatok meg szépen, jó? Azaz. Erre szükségünk van, köszönjük, és mehetünk is. Húha! Ó, sima, nagyon jó. Most kéne egy mágnes. Itt még ameddig tudunk, addig egy kicsit aprítsunk, mert következő szintet nagyon... Lehet, hogy még darálnom kellett volna, miatt az elitet megölöm. Na. Azt hittem, hogy nem jutottunk be. Úgy vett, hogy már izé. Hát ez még micsoda? Jól látom, hogy ez ilyen rohangáros autósúter. Így van, Tali. Annyi van, hogy bele lehet fulladni. Így van, pontosan. De most PC-l is egész sok jött mostanában, és egész divatosak, meglepően divatosak egyébként. Aranykorukat érik mondhatni. Minden fegyver egyszer el kell érni a 12. szintet, hogy feloldja a 6-12-18 szinten lévő speckó képesség választás. Ó, köszi szépen Norbert. Jó, tehát ezért érdemes rámenni. Ez ugye már ez a 12 lenne? Ja, nem, most ez a 6, ez a 12 és ez a 18. Értem, és akkor itt oldalt mutatja őket. Jó. Gránátkületőt és sebesség, szerintem az továbbra is nekünk nagyon jó. Na, és akkor most tudunk vásárolni. Most semmi extra nem jött. Soti tűzgyorsaság, plusz páncélzat, nem hülyeség, kritikus terület esélye, az nagyon csábít. Összes fegyver újratöltési sebesség. Mennyi van? 75? Akkor ez a kettő mindenképpen jön. Összes fegyver sebzés, az már ne, az hozzájön, az 60, az pont 75. Ezt a hármat meg tudom menni, és még egyébként ezt is. Jó. Nem kell páncélzat. A páncélzat a gyengéknek való. Majd mondta Jack, és meghalt egy perc múlva. Ezt gyorsan föl is porszívózzuk innen, mert a HP az nagyon jó. Nagyon jó, majdnem full HP-n vagyunk. És akkor kezdjünk el gyorsan. Aha, most már egyre jobb sebzésünk van, tehát egyre többször lehet az, hogy haladok előre, és nem kell azon... Bogarak, nagyon jó. Nem kell azon izélnem, hogy oké, tölts már újra, lőd már ki. Meg is van a 100 egység arany, nagyon jó. El lehet tudok jönni? Lőd már, akkor nem tudunk, pont újra töltés van, nem baj. Aha, és ott már a izé az már lövöldöz, úgyhogy itt már óvatosan kell. Ezt benéztem sajnos, kár érte. Ezt is benéztem, hát igen, ezt még szokni kell. Ide gyorsan fúrjunk be, aztán arra kell tovább menni, mert akkor az jó lesz nekünk. Kérem azt is. Azaz, ott közben a tömeget aprítsuk szépen. Nem szeretnék. Ezért. Hát ez itt szívás lesz, ez lehet, hogy... Jó, nem? Szerencsére nem talált el. Viszont ez az rohadék, ez lövöld, ez jó lenne kifókuszolni. Azaz, most adjál neki. Azaz, adjál neki. Nice. Jó. Erre el tudunk menni? Nem. Akkor viszont erre kell kimenni. Okosan kell, mert itt addig tudunk darálni. Azaz. Ha is közben megint lövöldöznek, az nem jó. Közben jönnek az achievementek. Lövöldözik itt lánka izét, a összerágott rágógumit, ennek nem annyira örülök, és ott van robbanós is, azt jó lenne rájuk robbantani. Ilyenkor sajnálom, hogy nem tudok egy-két képességet egyébként manuálisan elsütni. Tehát például a gránát az tök jó lenne. De valóban pont ez a játék lényege, hogy úgy taktikázz, hogy azzal számolod kell, hogy ezeket nem tudod te kilőni egy adott helyre. Kérjük ezt úgy. Na itt most óvatosan kell, itt most nem szabad átfúrnom magam a túloldalra, mert azonnal bedarálnak harapófogóba. Átfúrtam. Itt a vége. Gyerünk, ássál Jack, ássál! Jéha! Jó. Lődözök ezt. Na ilyenkor kell távolságot teremteni, mert akkor tudom az előttem levőket lőni. Kérem a lootbogarat. Köszönjük. Szerintem már túl sokáig nem fogok... aha, most jön utánpótlás, az... Gyorsan be kell nézni, meg addig... Ezt megint benéztem, ezt elrontottad. Jaj, Jack.
Jó, akkor ide most befúrjuk magunkat. Aja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 j
Ki kéne most már valahogy bizélnem magamat, mert mindenhol szembe jönnek. Nem baj, ez kell. Jó. Szintet léptünk, nagyon na, olvasok. Két epik is jött. Szuper. Igen, igen, őszintén megmondom, ebből a műfajból se egyedit készíteni. Hogyne? Szerintem ez is tök egyedi, meg néztem egy-kettőt. Logosan az alapmechanika hasonló, de ez nem tök jó, tök jó kis játékok készültek ebből. Hát a fegyverek jobbfenti sarkában a számom a szintjét mutatja. Jobbfenti sarka, de így van. Nem kell páncél, óra indul, így van. Na, most plusz... Vagy a... Nem, hát ez egyértelmű, ide a plusz 20% sebzés, hát két kinetikus fegyverünk van. Jó az a 35 újra töltési sebesség, de ez jobb. Azért, mivel két fegyver is csinálja, azért a 20%, tehát jónak tűnik, hogy az 35%-kal gyorsabban dobál, de két fegyverem, ami ugye egyszerre tud lőni, is 20%-kal többet sebez, az nagyon etik. Oda kellett volna cukorért menni, de nem fogok tudni. Hol van az utánpótlás? Ezt nem... Ja, de mutatja, látom ott van a mini térképen. El kéne menni utánpótlásért, nem tudom, hogy fogok tudni. Ah, gyönyörű. Most ezzel be kéne darálni egy jó kövér adagot a hordából. Hordának fogom hívni akkor is, hogyha bogár raj, meg... És már közben jön az elit. Lőd az ki? Jó. Ezzel az elitet akár be is darálhatnánk, hogyha ügyesek vagyunk. Ja, itt még ezt banyálsz ki? Jó. Mit kell itt? Ó! Miért nem engedte? Mi hiányzott? Az baj. Ezek mit csinálnak? Szerintem megcsapnak, hogyha... Aha, megcsapnak, hogyha oda megyek. Hűha! Kezd eszkalálódni a helyzet, úgy érzem. Van mögöttünk egy óriási raj. Tényleg milyen a stream minőség? Jó, nem esik nagyon szét a kép, srácok? Jó, ez gyönyörű volt. Rögtön be is robbantottuk a izét. Mindjárt próbok ránézni. Új, ajajaj. Nagyon gyönyörű. Ouch, ez szomorú volt. Miért nem tudom ezt itt? Ezért tárgyfélvétel nem olyan. Sebzés meg. Tárgyfélvételezni fogunk. Ott volt még egy kis táj. Lehet. Van még egy méretes követő táborot. Igen. Jó. Nem esik szét. Jó, ezt öröm hallani. Hát nem tudom, hogy fogok tudni. Van XP, azért jöjjünk el. Jó. Új fegyver, nagyon jó. Ezt választom, úgy döntöttem. Ez baj lesz. Jó. Ezt nem tudom, hogy ezt mi robbantott a föld, de ez most nagyon jól jött nekünk. Ide fogunk halni. Ah, ott a kristály. Jó. Most már menjünk erre, most már erre kell menni. Erre erősítettünk eddig is. Ez fog most valamennyit segíteni nekünk. Kérem. Gyerünk. Azaz. Ide fogok. Áj, basszus. Kicsi múlott. Nem sokon múlott egyébként, hogyha még egy... Itt túlzottan rá, tovább kellett volna és menni még egy kört. De itt, hogyha sikerült volna még a magterát kijönni, akkor már léphettünk volna, és akkor a következő pályára érdelelt volna, de nem baj, jó volt. Teljesen korrekt, nincs meg okok. Hang kicsit halk, mindjárt adok rá hangot. Ez új 7 Days to Die? Hát, végül is igen. Inkább a nyugtabletről nézem, ezért nem nyilatkozom. Hát fiú, akkor legalább téged nem zavar, hogyha nem olyan jó képhangrendben. Oké, és más szerint is kicsit halkak vagyunk? Csak ilyen csak most, csak, ha azt mondjátok, hogy ha hangosabb lenne, hangos lenne. Most akkor is nem azt mondom, hogy ha csak Zoltánnak halk, akkor nem teszek rá. Hanem ha azt gondoljátok, hogy túl hangos lenne, hogyha adnék rá, akkor viszont nem biztos, hogy teszek. Na, feldolgoztad a másodlagos feladatokat. Mostantól óránként még többet dolgozhatsz. Ez az. Jó dolgoztál, még több munkát kapsz. Ezt szeretem. Ez itt. Mindegy, ez szerintem semmi, azért. Aha, új eszközt szereztél meg, merülések során bukkanhatsz rá. Aha, Drumst pajzsmodul, okés. Megszereztük a Drumst pajzsmodult. Mostantól valaki... Szeretem a játék humorát, ez már ugye a sémában is ott volt. Első egész jó volt, jól terült a csodát. Hát, igen.
minden vágyom óránként még többet dolgozni. Jó, ez is meg lett, szuper. Igen, igen, ez ettől lett meg a Drumst pajzsmodul. És... egy új izé, új fegyó. Nagyon szuper. Szerintem kicsit adhatsz rá. Tényleg kicsit adhatsz. Oké, és akkor mindjárt adunk rá. Jó. Közben, aha. Igen, hát egyértelműen gyakorlatilag, nem tudom, négyszer annyi sebeztünk ezzel, mint bármi mással. Bár amúgy a végen a nagyon kevés ideig volt velünk, tehát ugye nem a teljes sebzést kell nézni, hanem a sebzés per másodpercet, hogy a DPS-t. Az Zukovnak jó volt egyébként a DPS-e. Azért, mert sok olyanra mentünk, ami szerintem ezt is növelt, és ezt is. Jó. Felderítő rank rögtön 3-as, gondolom én. Plusz kredit. Ez ugye, hogy milyen sebzéseket csináltunk, ugye ragosan kinetikus és fagyasztó volt, nem meglepő. És akkor gyűjtöttünk bizmort, jádiszt, meg umanitot is. Aha, és akkor a pirosat azt meg el is költöttük közben. Igen, és akkor ebből lehet majd kint vásárolni, jó. Igen, igen, és mind a három meg is lett, szuper, nagyon jó. Akkor innentől lehet mondani, hogy egy óra alatt kettőt dolgoztunk. Pontosan megengedik. Jó, vagy gyorsan beszélsz, hogy a fülem lassú. Elnézést Balázs, hogyha belélem magam valamiben, akkor előfordul, hogy elkezdek hadani, akár olyan szintig, hogy én azt hiszem, hogy értető, amit mondok, valójában nem. Akkor... Azon én a 42-t nagyon szeretem, megnézzük így. Na, fejlesztések. És akkor itt van, hogy most tudnánk venni... Aha... Alapfejlesztéseket, és ezek nem sok ez a 2 meg 400, de hogyha minden körben ezt rögtön megkapod, ez az sokat számít. Ebből nem szedtünk eleget. Miből szedtünk? Ebből sem, egyet nem szedtünk, ebből egyet szedtünk, ugye 2 kellene ehhez a két típusúhoz, ez a TP gyűjtéshez, TP meg tárgyfelvétel, ebből egyáltalán nem szedtünk, és ebből is csak egyet. Melyik? Hát szerintem az alapsebzés növelés, ez nem hülyeség. Granátok is sebzése van, csak nem adta rá. Tudom Norbert, mert úgy voltam be, hogy a granátot ebben a körben csak arra akartam használni, hogy fagyassza a dögöket. Jó, egy kis alapsebzés, ezt szerintem nem állt. Ilyes tudnék is venni? Aha, mert van 1400 kreditem. És ezt el tudom itt most költeni. Elkötetném nem akarom, mert nem tudom, hogy mennyire... mennyire rugnám térdem magam vele. 42 nagy válasz minden, és így van, kétszer is kiszámoltuk. Kicsit ilyen Vampire Survivors-os, így van. Hát az is egy autoshooter. No, játék indítása. Kristálybarlangok továbbra is. Mi kéne ahhoz? És most érd el a Deepcore GK12. Ja, mert nem értem el a Deepcore GK12. Szintjét. Aha, 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 értem, jó. És nem szedtem ezt a nagyot, tehát erre rá kéne menni, hogy... hogy ezek meglegyenek. Tehát nem jutottam elég mélyre. Viszont ő legalább lépett szintet. És gondolom én, hogyha lép szintet, akkor azért biztos kap valamennyi bónuszt is. Jó. Aha. Ez mi kell majd? Jó, mindegy az, hogy meglátjuk. Gondolom majd írja, amikor állnokoljuk. Na. Akkor most. Aha, és most van... Aha, most más küldetésünk van. Most Morkitot kell gyűjteni. Ja, itt is ugyanúgy van, mint a izébe. A... az alapjátékban volt, hogy különböző küldetéseket kaphatsz. Szuper. Innen meg is van a mor. Aha, nice. Na, tűzgyorsaság, sebzés vagy újratöltés sebesség. Újratöltés. És... még több újratöltés. Jó. Majd ezzel próbálok nem mindig ugyanarra menni. Nye. Na igen, itt még nem tudunk, ez amit mondtam, itt még nem tudunk feltétlenül egy irányba haladni. Meg kell várni, hogy kicsit dolgozzon a gép, ugye sajnos lassabban dolgozik, mint ahogy jönnek a dögök. Még több újratöltés is sebesség. Jó, szuper. Lőjed már, öcsém. Szeretnék oda menni. Úgy, úgy. Szuper. Jó. Szeretnénk utánpótlást is, nagyon jó. Jó. Gyerünk, gyerünk. És rögtön jön új fegyver is. Menjünk most rá a Zukovra? Mert ez nekem nagyon tetszett a legutóbb, bár a fagysebzés is jó volt. Menjünk rá a Zukovra. Nézzük meg, hogy milyen... próbáljuk meg azt, hogy...
Ja, az ukova, ami minden irányba lő. I see. Arra lehet, hogy nem lenne... Jaj, nem akarok még izét. Azt hagyjuk itt a földön, hogy majd visszajövünk érte, hogyha... Nem baj, hogyha kibányászom, majd visszajövünk érte, hogyha kell. Aha, jó, jó. Szintet léptünk, nagyon jó. Tudom, hogy szintezni kéne a főfegyvert, ugye az acsi miatt. Nem zacsi, acsi. De... Most megpróbálunk az ukóval is rámenni. Ez egyébként menő lesz, csak jussunk el oda, hogy jól fel kell fejleszteni, kb. Folyamatosan lőjön, és szerintem amúgy menő lesz. Meg biztos, hogy lesz olyan fejlesztés, hogy egyszerre még több irányba lő. Nem csak négy. Jó. Ezt elcseszted, Jack. Szégyed magad. Ez nagyon alap volt. Na, jöjjön az a... az az. Gyerünk, 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 gyerünk. Egyetek ketét. Az az. Ez nagyon fán egyébként, hogy telibe vágod őket a... ...zével. Jó, szintezzünk. Közben ezért volt nagy DPS elő, négy irányba nyomja. Igen, igen, igen. Ha vannak stoposok, akkor dinamikusan fejlődő munka körül. Méter törőköző, vigyél hát a segít. Nem lenne rossz amúgy ónás, bár nem tudom mikor van a törőköző nap, ezt mindig elfelejtem. Az, hogy ez egy olyan játék, amit egy óra alatt, nem hogy két óra, de még felett sem fogunk tudni dolgozni. igen. Zukov sebzés. Jöhet. És már szintet is léptünk megint, szuper. Tárgyfélvétel távolság. Olyan... Muszáj erre is menni. De nem, nem, nem. Akkor menjünk rá, hogyha jobb, mint common. Mert most csak azért akarom kiszintezni ezt a fegyvert, hogy meglegyen a, az acsi. Most nem hülyeség. Igen, az ukov az olyan szempontból jó, hogy az gondolom egyet mindig becéloz, és amúgy a maradék irányba is lő. Na, itt most nem olyan szúnyog jön, hanem ilyen elit kaszaboló. Jó, itt átmászunk szépen. De gyors az elit kaszaboló. A szúnyog az lassabb volt, ezt jobban szerettem. Legalábbis is úgy éreztem. Aha, ott még gyűjtünk ilyen morfitot. Az nem tudom, hogy jelente nekünk bármit, de mindjárt megnézzük. Ha, nem, nem, menjünk, 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 menjünk. Ezt elcsesztett, Jack. Ez csúnya volt és béna. Aha. Gyűjtünk egy kis lúd bogarat. Ott jön a robbanósára, figyelni kell. Hogyha kilőjük, ne legyünk a közelébe. Jó, szuper. Szétlőttük és szét is, el is jöttem, nagyon jó. Ide jöhet az újratöltési sebesség. Akkor fogok majd az alapfegyvere tenni, hogyha nincsen zukov. Menni kell. Most esett le, hogy közben itt már megöltem a fődögöt. Nem akarom. Jó. Még be kéne gyűjtenünk a HP-t. Hol volt a HP? Nem, nincs időm. Ott van amúgy, de nincs időm kiszedni. Ezt elrontottam. Ki kellett volna még szedni a HP-t. Jó, hát ez alap. Mindenképpen ez lesz. Elit kaszáspók. Hát sajnos nem az. Törőközök május 25. Na tessék. Az még odébb van. Hát még egy picit daráltam volna egy pár másodpercet. És nincsen 38-am. Kár. Ezért nagyon kár. Ez brutál megérzelni meg, most. Nem baj, itt van tűzgyorsaságunk hozzá. Azt mindenképpen megveszük, és ezek még lövedékes fegyverek tűzgyorsasága, meg sebzés. Ez sem rossz. Mindegy, erre mindenképpen szükségünk van. Ez mennyi? Ez pont 58. Pont nem jön ki, hogy mind a kettőt nem tudok valahogy eladni. Akkor menjünk sebzésre. Mert tűzgyorsaságot már sokat adtunk. Újratöltés sebesség kéne egyébként az ukovhoz még sok. De nem baj, menjünk erre. Na kíváncsi vagyok, srácok, eddig nektek hogy tetszik a játék? Én nekem... Aha, egész szépen tolja már a kis üzé. Jó, itt átjövünk, csak hogy legyen üzénk, és akkor mit csinálunk? Apoka Bloomot kell gyűjteni, az ami növényke. Én bízok benned, ez az. Már a fegyveremből szétlövi. Szerencsére most már elég rövid az újratöltés sebessége az ukovnak. Ott van, azt kell gyűjtünk. Erre emlékszem, ugyanazok vannak gyakorlatilag benne, mint az alapjátékban voltak.
Yes, yes. Mm-hmm. Na ezt most hogy oldjam meg? Ide beváljunk és szépen elmegyünk arra. Most jönne jó a gránát. Érződik, hogy most nincs. Sokkal hamarabb kell gondolkodnom, hogy mit szeretnék csinálni így gránát nélkül. Ez nekünk nagyon jó, köszönöm. Gyere most. Mondom most. Jó, nice. ezt ki kéne pucolni. Még nem biztos, hogy be akarom húzni. Mert annyira nagy, ezért még nincs a nyakunkon. Gyerünk. Szintlépés, szuper. No, eddig első 10 percben megvett a játék. Nekem is meg kell. Sajnálom, Don, szégyellem magam. Nyilván egy hián, természetesen. Fotból nem veszed fel a bónuszadit? Nem vettem föl, ott volt bónuszadit, amit nem vettem föl. Nézni jó, hogy kergetnek, szurkolok nekik. Örülök neki, Jónás. Remélem van benne, nincs benne Tali, sajnálom. De akkor lenne best, ha lenne benne kóp. Kóp autós shooter szerintem nincs, akkor már inkább egy ARPG. Nincs benne a Game Pass-ben, egyébként 9 euró játék, nem életveszély, szerintem ez egyértelmű, hogy kell. Jó, itt most mennünk kell egy kör. Meg nem bambultam és nem láttam, hogy a nyakunkon van a robbanós. Jó, szuper. Na, kapjátok. Terelni kell őket, mert ha csak elvizélek, akkor... Aha, igen, ez a baj. Most nem szabad, igen, most menni kell, mert most ilyenkor rám jönnek. Aha, és vannak köpködősök, az viszont baj. HP, azt gyűjtjük. Nagyon jó. Ott van majd virág, azt majd még gyűjteni kell, még 2 darabra szükségünk lesz. De most vissza kéne menni és kipucolni a supply-t, mert most ezeket nagyon jól rá össze tudnám robbantani. Úgyhogy most futunk vissza. És... aha. Szuper, és most hogyha ide beér a nagy horda, akkor rájuk robbantjuk. Egyértelmű. És akkor most kell beterelni alá. Gyertek. Jó, szuper. Rohadjatok meg, azaz. Jó. Ja, igen, és akkor ahonnan még lehet gyűjteni cuccot. I see. Jó, itt most, ez most a legkirályabb, mert erre a fegyverre amúgy nem annyira akarnék fejleszteni, de ha már fejlesztünk, akkor legalább egy epikusat fejlesztünk rajta. Szuper. Kiegyensúlyozott túlfejlesztés, plusz sebesség, újratöltés sebesség, ez nagyon jó. Vagy elektromos legyen. Legyen elektromos, mert legalább megnézzük, hogy mit csinál az elektromos, és mert ezt annyira nem fejlesztettem, ezért nem rossz ez, de nem életveszély, hogyha ebből most kimaradunk. Mennyi a játék? Mire kooperatív? Nem értem a másik kérdést, Mr. Knight. Egyébként 9 euró ez a játék, nem az alapja. Egyébként, hogyha Deep Rock Galacticozni valakinek megjött a kedve, az még mindig azt hiszem benne van a Game Pass-ben. Nekem úgy megjött a kedvem. Bal felső sarok térkép fehér ponttal jöjjök a questejtemet. Köszi szépen! Jó, nem felejtem benne. Ugye értem, megyünk, csak elit védelmező jön, annak nem annyira örülök. Ott van egy magnet. Aha. Köszönjük szépen. Na, magas kaliberű átütő lövedéket lő, vagy gránátozzunk. Legyen ez. Menjünk most csak kinetikusra, ez is kinetikus. Menjünk most csak kinetikus, és felejtsük el a gránátot. Legalább ezt is megnézzük. Teljes életerő. Ez volt amúgy az ez volt amúgy lejött? Vagy van itt még más cucc? Aha, ez az óta, oké, megvan, köszönöm szépen. Egész az RNG-t, hogy ennyi ritkát ad meg epikus. Amúgy ebbe a körbe jobbakat kapok, mint az előzőben. Plusz egy, nekem is megjött a kedvem egy jó kis déprokhoz, de már pár nap szenzették vele. Tali, majd beszélünk róla, aztán esetleg tolhatjuk együtt. Oké, és 2-nél teljes, igen, ez nem rossz egyébként. Kicsit tapasztalatpontokat kapsz.
Ja, igen, bányászás közben. Na, és ez a Drumst pajzs modul, hátrálok és lassítja közé ellenfeket, ha megsérülsz 30 másodperces. Ez viszont nekem nagyon jó. Nem tudom, Mr. Knight, hogy ez hogy lehet játszani Xboxon. Nem is tudom, hogy ez van-e Xboxon. Úgy az alapjáték is beszerezhető, már ennyi pénzért kb. Igen. De mondom, az benne van a Game Pass-ben is, tehát aki amúgy Game Pass-es, ugye nekem ilyen zsuzsónak köszönhető, hogy a Game Pass-es vagyok, még szinte május végéig, így ezért benne van. Jó, és természetesen akkor ide megyünk, mert ez nekem most szuper. Jó, ezt itt szedjük be. Köszönjük. És most nagyon jól állunk, úgyhogy most gyűjteni kéne. Ja, alapból is küldetést is kéne csinálni. Meg kéne próbálni most nem egy hamar megölni, hanem most még nyugodtan erősödhet a rajt, tehát most nagyon jók vagyunk. Aha. És elektromosodnak is. Amúgy sokkor az elektromos, tehát mit csinál az elektromos? Stanol, vagy... Ugye nem, átsebez a másikra is, aha, annan kell nekünk, azt köszönjük. Most jól állunk, most táposak vagyunk a szintünkhöz képest, tehát most lehet gyűjtögetni egy kicsit. Aha, erősebbé válnak, nem baj, jók vagyunk. Gyere szépen. Nem merem. Őt még begyűjthetjük. Őt is, simán. Jó, nem akarom még megölni, azért megyek nagyon előre. Gyerünk, szupi. Á, kilőttem. Jó, ezt most gyorsan begyűjtjük, aztán megyünk is ki. És max HP-val megyünk a következő pályára. Nagyon jó. Yes. Így kell ezt. Ez az én hülyeségem volt. Nem baj, innen gyűjtünk egy kis HP-t. És már itt se vagyunk, sziasztok! Na, ez jó volt. Mi is olyan rossz ötlet. Jó, hát Dom, majd megnézed velünk az eredetit. Majd amikor játszok, majd megnézed. Jó, már most tudom, hogy ezt megfogjuk. Ja, mutogatok itt a képen, tehát ezt már most tudom, hogy meg fogom menni. Tehát tényleg nincs említés konzolos kiadásról. Aha. Ha ilyen Deep Rock-szerű játékra vágytok, Starcake-kal belenézhetnétek a Helldivers 2-be. Néztem, nerd. Még nem tudom eldönteni, hogy tetszik-e a képek alapján, meg a videók alapján. Még nekem olyan nem tudom, olyan... Nem tudom még hova tenni. No, erre mindenképpen szükségünk van, tehát ez igazándiból ehhez kérdés nem fér. Meg se nézem addig a többit. Ez nem annyira rossz, de csak azért, mert fejleszteni kéne. Ez a kettő pedig... Aha. Jó, hát ez mindenképpen kell, de szerencsére belefér, mert ezt tök másból vesszük. Aha, ez is jó lenne. Mind a kettőre van pénzünk? Mind a kettőre van pénzünk. Tökéletes. Na. Megint virágot gyűjtünk, szuper. Gyerünk. Bányászási sebességből nem ártana egy kicsi, azt érzem, hogy ez most ott a gyöngy. Az is jó. Ugye az is passzív fejlesztésre jó. Gyere, kérem. Kevés a bányászás sebességünk, erre rá kell menni. Minden kinetikus, ez... Hiába jó ez, de ez... Ugye most full kinetikusba vagyunk, tehát most nagyon jó, hogyha tudunk olyat csinálni. Ja, de várjál, ezt megváltoztattuk kinetikusról elektromosra az alapfegyveremet. Nem baj, akkor is jók vagyunk. Most indul a fan. Szed szét. Nagyon jó, erre elkezdünk átmenni. Most mivel ugye az ukopra nagyon rámentünk, érdemes őket nyílt területen aprítani. Ez az, ugye az elő... Át tudunk itt menni? Mondta, hogy át tudok menni. Jó, nagyon jó. Sima. Én amúgy ezt nagyon élvezem, ezt a rohadt nagy horda, aprítod őket. Robbanósok még ott is van, úgyhogy kicsit távol kell maradni, hagyni, hogy kilőjük. Mert ez ugye hat a környezetére is, és ez nekünk nagyon jó. Öcsém, ezt benéztem, az én hülyeségem volt. Jó. Ez gyönyörű volt. Ez nagyon jól jött most.
mozgási sebesség nagyon jó, kritikus tárt esélye. Nem mentünk egyáltalán kritre, úgyhogy sokkal jobb nekem most a mozgási sebesség, bár egyébként kéne menni ugye, hogy meglegyen a 12-es fejlesztés ebből. Nagyon fan a Helldivers, aha. Shutterben take all my money. Settings kicsit olyan, mint a Starship Troopers. Igen, azt néztem, és amiatt tetszett, én nagyon szeretem gyerekkoromban a Starship Troopers-t. Emlékszem, hogy így utólag már felnőttként olvastam, hogy az elvileg egy ilyen amerikai hadi propaganda, és én nekem ez eszembe nem jutott gyerekként. Ez egy tök jó film volt a Starship Troopers. Összes fegyver. Az még egy kicsit fáj, amikor újra töltünk, úgyhogy az-az, rohadjatok meg, yes, yes. És hátra lőki őket amúgy, amikor szintet lépek, ez tök jó. Jó, bányászati sebesség, muszáj. Nem, kell a bányászati sebesség. Muszáj. Nagyon lassan bányászunk, és ez meg fog ölni minket, hogyha erre nem megyek rá. Jó. Legalább valamilyen szinten. Jó, ezt majd ők kibányászák onnan, az-az. És kapjátok is a jóságot. Yes, yes. Yummy. Jó. Úgy. Gyertek még. Aj, véletlen átástam. Nem akartam még átásni. Mindjárt elmegyünk a fejlesztésért a üzéből. Ezért kár. Ez hülyeség volt. Jó, az ott nagyon jól ott van egy csomó ilyen dög, mert azt majd lehet, ez olyan jó, kinetikus sebzés. Aha, most már az alapra az nem hat. Inkább ez. Igen, ez az. Ouch. Ugye ez ilyen csipaféle, ez a harmadik fegyverünk. Azaz. Kéne cukrot találni. Na nézzük, mi jött. Tapasztalat elsérülésért meg. Szintlépéskor életerő, ez jó lesz nekünk. Kis tapasztalatokat nem. És szintet is léptünk, nagyon jó. Meg. Erre megyünk, mert akkor legalább tudjuk fejleszteni ezzel a fegyverünket. Azt hittem ez a hati propaganda szatírája. Aha. Hát akkor valószínűleg nem véletlenül nerd. Grandit után Zeton Starkkal nem gondolkodhatok? A... Small World, vagy Small... Néztem Tamás, nem tudtuk eldönteni, hogy akarunk-e vele játszani, mert van is, ami tetszik benne, van is, ami nem, és nem jutottunk dőlőre, eddig még nem... Nem mondom, hogy lesz, nem mondom, hogy nem lesz. Bármi lehetséges, nem betettük még el. Néztük annak idején... itt már jön az epic genyó. De még mindig nagyon jól állunk, úgyhogy most még lehet... Aha, ott egy kis cukor, azt mindenképpen beszedjük. Nagyon jó. Nice, itt átmászunk. És még kell gyűjtenem két virágot. Úgyhogy... Aha, szuper. Azt lőtt ki villám gyorsan onnan? Mondom, lőtt ki villám gyorsan onnan? Az baj. Ez... Súnya volt. Lehet, hogy hagynom kellett volna inkább, hogy rám robbanjon. Ez így nem érte meg. Csak nem tudtam, hogy mennyi sebez közelről. Nem tudom, hogy számít a távolság, mert távolról nem sebzett sokat, de félek, hogy szívesen. Most kéne egy mágnes amúgy, aj, mit csinálok, nem akarok ennek neki menni. De amúgy nagyon jól állunk még mindig, szerintem most sokkal jobbak vagyunk, mint az előző rámban. Nagyon jó RNG-t kapok most. Csak azért lesz ez a tűzgyorsaság, mert az elmi sebzést nem annyira éri meg, kritre egyáltalán nem mentünk, és akkor legalább ennek jönnek a fejlesztései. Jó. Aha, ott a két virágunk, szuper. Jó, szuper, ez kell nekünk. Nice. Most kéne, hogy fölrobbant ezt az egész rohadt bagást. Nem, még nem akarom megölni. Gyűjtsünk még, hogyha tudunk, gyorsan, erre. Aha, kis HP, az nagyon jó. Utána arra átmegyünk. Aha, nincs már arra időnk átmenni. Most jöhet a gránát. Ez most lehet, hogy szívás lesz. Itt most sajnos így mennem kell mindenen keresztül, nem fogunk visszajönni, ezt elszámoltam. És még ott van a nagy XP, de nem tudom begyűjteni sajnos. Úgy.
Ez most nagyon rossz volt. Ezt most benéztem sajnos. Jó, mennyibe kerül ez? Na ez most 30, mindegy, nem tudom, muszáj viszont életet vennem, mert ez így nem lesz jó. Nem baj, ez... Megfizettük az árát. Bányászati sebesség nagyon jó lenne. Ennek is plusz szint sem lenne rossz. Az bőven belefér. Akkor ez már nem fér be, de ez nem olyan fontos. Jó. Teljes életerő viszont nagyon jó. Ez mind a kettő jó. Mind a kettő belefér. Szuper. Mehetünk is. Pillanatban az ödés eltűnik az egész hord. Hát aztán meg az egész HP-m. Biztos lesz Dön, átmegy majd Bullet Hellbe, igen. Első film, előszereplős híres színész is van benne, az utolsó két film. Nem is tudtam, hogy van belőle több, én csak az elsőt láttam. Kritter úgy vagyok, hogy vagy full kritre megyek, vagy így van, ez teljes mértékben így éri meg Dön szerintem. A plusz 2-3 fegyver szint, szó szerint csak szint, nem növeli. Ja, értem, az csak azért kell szint, hogyha mondjuk acsira megyek. Köszi Norbert, most megy, összeraktam amúgy. Illetve az extrák miatt kell, gondolom. Rögtön. Viszont az Zukovnak már nagyon jó a darája. Nagyon jó a sebzése, és jó sokat is lő. Még az újratöltés sebességen kéne javítani, mert azt egy kicsit keveslem. Kicsit túl sok még a downtime-ja. Ó, dodge-oltam. Akárhogy is jött össze, de örülök neki. Gondolom ez a scoutnak valami saját izéje. Szedjük ki. Majd ne felejtsünk el visszajönni a maradékért. Azaz. Tűnjetek el az utamból? Úgy. Most lássunk, mert közben ülnek is ránk. Az gyönyörű. Jó. Mozgási sebesség nem rossz. Legyen az. Jó, nem tudok többet összeszedni ebből sajnos. Majd visszajünk érte, ha tudunk. Virág. Ott van egy kis gyöngyöt, beszedjük. Megvirág. Annak most örülök, hogy sikerült arra rámennem, hogy amikor nem muszáj, akkor még egy... Csúnya volt. Amikor nem muszáj, akkor még gyűjtögessek kicsit, és így táposabban jöttünk át az új szintekre. Itt majd ilyen kavarogva kell ásni, mert jönnek utána a rohadékok és lőnek. Tehát úgy kell ásni, hogy nem tudjanak egyenesen rám lőni, mert nem fogunk tudni kikerülni. Itt ezt a zöldet kiszedjük, meg felszedjük a cukrot, amit ott hagytam. Majd meg kell jegyezni ezeknek, hogy mi a neve, a cukrot az oké. De hogy nem mindig zöldnek hívjam már, meg gyöngynek, meg nem tudom minek. Szuper. Jött már izé, utánpótlás? Nem, még nem jött. Jó. Már megint? Jesszus. Aha. Jó, itt még nem ásunk át, jó, onnan nem jön több. Ezért nem akartam átásni, mert hogyha sokan jönnek onnan, akkor nem akarom, hogy rögtön rám jöjjenek. Mindjárt nézem, János, köszönöm szépen, addig is. Aha. Ezt itt hagyom, hogy kiszedjék, aztán nem jó. Most jó, ez szívás, ezt nem vettem észre. Most itt meg fogunk halni. Nem, valahogy megoldjuk. Hadd jöjjenek erre, és megpróbálom itt kikerülni őket, amikor már ide beértek. Ez csúnya lesz. Közben Ninma Jánosnak köszönöm szépen a tagságot a 16. hónapban. Atyaég János, 5 szarva is a mérnökök között. 900% hogy melóból hazérve galaktikus törpe leszek. Örülök neki, János. Ezek szerint bejött a játék, vagy akár ez, hogy meghozta kezdet az eredetihez. Jó játékot, erős, köszönöm szépen a sok-sok támogatást. Újról nem éri meg? Max akkor éri meg, Nogi, hogyha semmire nem jó az, ami van. De mivel most mindig kapok valamit, ami megéri, ezért úgy vagyok vele, hogy megéri. Miért az van, mint a Móriása, hogy férfi karakter és női hangja van? Szerintem nem. Szerintem a Scoutnak az alapjátékban is ilyen hangja volt, de szerintem ez nem baj. Csak olyan, hogy magasabb hangja van. Aztán lehet, hogy női törpe. Nem tudhatjuk ugye a törpéknél. A maradandó fejlesztés nem kell. Mire gondolsz, János? Miért ne kéne? Bocsánat. No. Hát, mivel ezek nekem egy zék, nyugodtan mehetünk rá, mert pont az újratöltésen akartam még segíteni. Na most vagyunk viszont megszorulva, ez necces, ez főleg azért, mert azt ott bányásszák.
robbanni fogunk, itt meghalunk. Én ezt elcsesztem sajnos. De kár érte. Istenkém. Ez semmi, ez az RNG. Tehát most beszivatott az RNG. Ezzel nem tudtam mit csinálni. Nem gondoltam volna, hogy bejövök egy ilyen kis földnyelvre a hordával a nyakamban. Nem néztem nem teljesen az RNG, az én hülyeségem, és ott néznem kellett volna a minimapet, biztos, hogy látható volt rajta. Elnézést, csak itt közben. Na, egy pillanat. Bocsánat, csak erre muszáj vagyok válaszolni. Meló. Na. Igen, Gergő. Kicsi múlott. Amikor végzettel nem nagyon jó mindig fedezteni. Na. Hogy állunk? Új eszköz szereztél meg a felelősségesen a bukancra. Aranyszkenner, gondolom aranyat mutatja ki nekünk. És új túlfejlesztést szereztünk meg az UKO-hoz, ami jó egyébként, ez tetszik. Ez egy kifejezetten jó fegyver volt. Tetszik, hogy... Jó, de ez más, Don. Nem úgy meló. Tehát melóval kapcsolatos, de nem úgy. Stark zaklat, hogy miért? Nem. Az nem... Nekem ez nem meló, nekem ez hobbi, már mondtam. Meg egyébként Starknak mostanában a hétfő az ugye mindig pihenőnap kell is neki, mert ugye most olyan sok mindenre is foglalkozik egyszerre, hogy ugye most ilyen standard pihenőnapot tart. Na, egyébként egyáltalán nem volt rossz a izinek is a sebzése, tehát lehet, hogy még így is, hogy szinte sem, jó nem, az nem igaz, hogy semmi, jóval kevesebb fejlesztést kapott, és egész jó sebzés volt, és érdekes, hogy az UKO... Oké, wow. Ez mi? Hát ezt alig fejlesztettem, kettes szinten volt, alig kapott plusz izét, ugye kinetikust, és horror sebzés. Most ugye ezzel annyi baj van, hogy ez horror sokat sebez egy valamire, tehát gondolom azt is beszámolja a sebzésnek, hogyha egy 50-es HP-jú dologra 500-at sebez, tehát ez becsapós, de ez egyébként, ez ugye bosszok ellen nagyon jó. Oké, viszont nagyon sok izét sikerült, nyersanyagot gyűjtünk, az nagyon jó. Na, fejlesztések. Vehetünk még sebzést, alapsebzést, szerintem arra mindenképpen 15. Hát ez brutál. Szuper. Veszünk mind a kettőből, akkor ezek jók, hát már most 400-ig újra sebesség, ezek nagyon királyok. Mozgási sebesség az jó, bányászás sebesség jó, mindenképpen bányászás, jó a mozgási, bányászási az fontosabb. Szerencse vagy páncélzat? Páncélzat senki, vagy mi az? Igen, páncélzat senkinek nem kell, srácok. Jó, megvehetjük azt is, nem baj, majd még szerencsére veszünk. TP gyűjtés az még mindig nincs, HP-s az nincs, kár, pedig az kell, ez jó lenne, hogyha lenne. Kritikus talált esélye, na az nem hülyeség viszont. Krit esélyre menjünk majd rá. Okés. És amúgy van 714-ünk még, nem baj. Hogy ilyenkor ezeket elveszítem, hogyha nem költöm el? Hallja, ezek a random generált mapok? Igen, random generált map. Azt hiszem van vége, hogy hány izért teljesítesz, csak ugye nem vagyok elég ügyes, vagy per elég fejlett az egyéb fejlesztésekből ahhoz, hogy megcsináljam. Páncél is kellene, nem kell páncél, János. ahogy a Stark mondta, a hőpajzs csak a noob-oknak van. Aha, meg lett viszont egy izé. Igen, a 200 egység arany meg lett, nagyon jó. És menjünk tovább a szabványos törpénkkel. Mit csinálunk? Búlókepet gyűjtünk, gombát fogunk gyűjteni, jó. Szuper. Összes fegyel sebzés. Kérdés nélkül. Bár rá kéne menni most, hogy meglegyen ez a 12 izé. Csak hogy tudjuk más pályát is megnézni, vagy ilyesmik. Azt nem tudom, hogy ez a küldetés, ez hozzájárul-e izéhez. Jó, nem érdekel, ez kell. Néha azt hiszem a kis robotomra, hogy izé vagyok.
Néha azt hiszem a kis robotomra, hogy ellenség. Ezt itt kikerüljük, szupi. Olyan érdekes, ilyenkor mindig az elején ez a kis langyi, lagymatag. Nem szeretnénk a pirosat, köszönjük. Jöhet az utánpótlás. Bár lehet, hogy ezzel meg kéne várni a hordát. Egyértelmű. Most már tényleg rá kéne erre venni, akkor is, hogyha nem annyira tetszenek az update-ek, hogy megegyen a 12. Ugye ezekkel a plusz szintnevelőkkel az a jó, hogy olcsón egyszerre több szintet tudsz növelni, és ugye így, hogyha csak ki akarod szintezni, akkor arra baromi jó. Jó, ezt itt szétszették nekem, szuper. Mindjárt olvasok csetet, elnézést, srácok, kövi szint lépésnél. Oh, jut bogár, yes. Jön a raj. Na most megyünk a izéért. Ó, oh, nem tudtam szétszedni, nem baj. Jó, gyertek csak is rohadékok. Na. Új fegyver. Minek az? Mondjuk, hogy ne hagyj meg ki. Tali, nem halok meg olyan könnyen. Ilyenkor lehet, hogy egy HP múlik az egész, sokszor belegondolok ebbe. Ez így van, Benjamin. Vagy plusz egy sebzésen, mert akkor szétölöm azt, aki az utamban van. Törpének páncélos csatabárt kell, azt sem mondjuk. MMO Star Jack, neked kellene tudni legjobb, hogy nincsen healer, akkor majd a páncél. Én, Tali, ilyen rugójátékos vagyok. Én hitenranolok, nem kell páncél. Amúgy tényleg főleg rugót játszottam mobba is. Jó. Ez még mindig nagyon tetszik. Jó, és akkor el kéne mennünk a utánpótlásért most már. Yes. Ja, hogy az ilyenkor plusz jelent csak. Aha, I see. Tehát el tudok menni a szintről, ez egy mellékküldetés gyakorlatilag. Hol van a... Itt van, az... Itt van a jeladónk. Jó. Jó. Szuper. Gyerünk, gyerünk. Na ezt most ilyen érdekesen fogjuk megcsinálni. Ez hülyeség volt, Jack. Ujj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 
Jó, meglógtam köztük, szuper, mindjárt megyünk az upgrade-ért, vagyis az itemért. És megyünk egy kört. Na, és már jön közben az elit kaszaboló. Gyere, 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 gyorsan érjük ezt ide. Jó, cukorért most nem tudok bemenni, mert az nem lesz meg. Aha, ezért kár volt. Jó, plusz kinetikus sebzés, nagyon jó. Kis eséllyel aranyat találsz a sziklabányászása közben, nem. Szintépéskor életerő, köszönjük. Harmincezék elemi sebzés, ugye ezzel egy baj van, hogy ennek nincsen elemi sebzésünk. De hogyha erre most rámegyek, ezek annyira nem jók, akkor utána le kell menni valami elemire, és ez nagyon jól fog jönni. Azt a marét is úgy rohansz a tömegem, mint a halhatatlan lennél. Nem. Csak itt leginkább Rogue-ot, meg Hunter-t játszottam egyébként. Egy órája megy már. Igen, egy időgyilkos játék. Hát rámegyünk erre, ez most nem éri meg, de majd rá kell menni elemire. Elemisíteni kéne minden fegyverünket, és akkor nagyon menő lehetne ez. Jó, köszönjük szépen. Jó, és most kell elrohanni és gyűjtögetni, mert most még nagyon táposak vagyunk a izéhez képest. Azaz, kis sohadék. Szupi. Tűzgyorsaság, muszáj. Az, hogy nagyon... próbálunk távolságot tartani. Ne öljük meg egy hamar, és addig még tudjak rútolni egy kicsit. Ki kell használni a korai pályákat, mert itt még nagyon itt még könnyű. Az most nem robbantjuk föl, mert... Jó, szupi, aha. Ó, meghalt a rohadék. Rárobbantottam és meghalt. Jó, hát akkor muszáj lépni. Gyengék vagytok, srácok, és lassúak. Tudom, hogy nem gyűjt... Nem, nincs időm. Jó, hát ez van. Ott van a nagy XP, és nem gyűjtöttem be. Jó. Úgy. Nagyon jó. Jó, hát muszáj erre menni.
Már 50% elemi sebzést beszettünk, ez nagyon jó lehet. Ahogy viszont így a gránát mindenképpen kelleni fog. Na nézzük egy pillanat. Most, hogy kivettel az elementál damage boostot, na ez talán ez így van. Múlja 2000 év múlva, hát inkább 20000, de igen. Okés János, minden jókat. Aztán jó törpézést. Na, minden összes fegyversebzés, az egy elég alap dolog, kinetikus sebzés. Erre most viszont nem szabad rámenni, mert ugye elemisíteni akarnám az összes fegyveremet, tehát a kinetikus nem jó ötlet. Bár szerintem az a zsukovott kérdés, hogy fogom-e tudni. Ez tök jó lenne. Bár annyira nem lenne, inkább olcsó fejlesztések lennének ehhez, mert hogyha át tudom tenni elemire, akkor jó lenne. Most itt jön az, hogy hazárjátékot játszunk, és lehet, hogy nem fog bejönni. Mindegy, ez mindenképpen kell. Ez van. Kiadjuk a kinetikust. Lehet, hogy befürdünk vele, de aki mer, az nyer. Ezt innen gyorsan kikapjuk. Na, jó lenne eljutni az egyik merülésnek a végére. Nem, ezt itt hagyjuk, hogy ez később kihasználható legyen. Mi gyűjtünk, morkitot kell gyűjteni, jó. Ott van a köpködős. Csezd meg, béna Jack. Ne köpve légy szíves. Ez nem köpködős? Nem, benéztem. Ah, jó. Ez ügyesen kikerültük. Gyertek, rohadékok. We got too much clutter for the supply pod to land. Do something. Na, ezt mindegy, ezt hagyjuk, hogy a horda szétszedje nekünk a morkitot, majd begyűjtjük. És akkor ezt ki kell pucolni csak. És rögtön rájuk is dobhatjuk. Azaz! Na, most ez tökéletes. Mindegy, hogy még tűzgyorsaság vagy sebesség újra töltés. Köszönjük. Ez most király volt, most jó sokat bedaráltam. Jó, és... meg. Továbbra is ez az, ami nekem a leginkább... úgy érzem, hogy megéri. Lépjünk gyorsan egy szintet. Azaz. És megkapjuk is vissza a HP-nkat. Újra töltési sebesség. Ez szuper. Ez mindegy, hogy mire menjünk, ez csak jól jöhet. Jack Planetcrafterhez jött update. Jöttek azóta Benjamin, csak semmi olyan nem jött, ami miatt úgy gondolom, hogy újra érdemes lenne játszani a játékkal. Dispatcher hang és a téma ismerős, nem ugyanaz a stúdió, mint a 3D-et. Ugyanaz a világ, nem tudom, hogy ugyanaz a stúdió, de egyébként ugyanaz a világ a Deep Rock Galactic. De. Egyértelmű, muszáj, ez... És amúgy az előző rámban nagyon jó lettünk volna, hogyha nem cseszem el azt az egy apróságot. Többet kell figyelni a izét. Na ez most lehet, hogy itt beszivatom magam. Ezzel beszivattam magam. Mindegy, most már erre megyünk. Én érzem a cheat. Érzem a cheat, gyerünk! Jó. Drága volt, nem baj. Szedjed már... Ah, Istenem. Bányászási sebesség. Néha még félre érzem, hogy mire áll is. Nem baj, még semmi nincs elveszve. Még bőven-bőven jók vagyunk. Nem kell kinetikus sebzés. Tűzgyorsaság az Zukovnak, az szuper. Ez egy rossz ötlet volt. Menjünk innen, menj már össze. Jó, kérem ezt. Túl bátor vagyok most. Újra gyávában kell játszani, meg most nagyon hiányzik a gránát. Jó, nem baj. Jók vagyunk. De nem szabad letenni, hogy lépünk szintet, akkor is kapok HP-t. Jaj, most jön a hülye szúnyog. Meh. Mindegy, az legalább csak idegesítő, hogy nagyon sok HP-ja van, de kb. Ennyi. Meg ugyannyi, hogy mindenen átmegy, de...
cukrot kéne találni. Most sürgős cukorkeresés van, minden mással most egyszerűen nem szabad törődnöm. Menj már. Úgy kell, hogy megérje, nem szabad nagyon odaragadnom, csak azért egy kis HP-t szedjek. Jó. Hagynom kell, tudja, hogy onnan gyűjjenek egy kicsit. Azért mentük azt az egy kört. Én nagyon élvezem úgy ezt, hogy ezen nagyon sok múlik, hogy hogy ásol. Ez nekem nagyon tetszik. Gyertek ró... Oh, azzal vigyázni kell. És mit mondtam? Ezt itt hagyjuk, mert ez még jól fog jönni. Ezt benéztem, berakadtam. Aj, 29-es sebzet, ez a szar. És amúgy igen, tehát ott két nagyon jó izén ment el arra, hogy az elemi sebzés nem jött be. Tudom, Gergő, köszi. Sajnálom, ezt benéztem, pedig most ezt szerettem volna egy kicsit tovább jutni, de... Ez mi? Kábító taroló. Ez bumeráng. Nem kell páncélt, Ali. Azért, mert healer vagy, mindenkinek páncélt osztanál, de... Tessék dolgozni, rossz healer, fúj. Nem baj, van ez így. Mit vegyünk? Páncélt nem veszünk. TP gyűjtés távolság, vagy mérték? Nem, mérték. A mérték az király. Találati esély, vagy mi az krit esély, az most már 2%, az jó. Ezt egy ilyen 8-10-re sikerülne föltornászni, az már elég király lenne. Jó, páncél nem kell, igen. Sajnos. Marad a classic scout, így van. Á, most egy kicsit csalódott vagyok, elbátorkodtam. Sajnos. Eltürelmetlenkedtem. Bányászati sebesség. Mert ez nagyon beszivatott, nagyon sokszor azt hittem, hogy átérek, és utolértek a dögök. Nagyon sokat számít a bányászat ebbe a játékba. Ez, amúgy pont ezt tetszik, hogy itt ez egy ilyen tök érdekes plusz, hogy ezzel így számolnod ki, hogy oké. Merre ásó, hogy tehát idő után már muszáj egyébe gondolkodni, mert nem mehetsz csak azon a területen, ami sziklamentes. Csak plusz szint? Nem. Menjünk rá. Most toljunk egy olyan kört, amire az alapfegyvert részesítjük előnybe, újra töltő sebességgel. Legyen már meg az a rohadt 12-es szint, mert mindent is akarok egyszerre, aztán ezért semmi nem lesz valójában. Nem kell. Jó. Mik vannak itt? Még csak ki akarom pucolni. Majd ha jön a raj, akkor rájuk dobjuk. Jó. TP gyűjtési mérték, vagy távos TP gyűjtés lesz. Meghatározni kell, kellene, hogy ne álljunk bele arcra a pofonba. Így van. De te csak egy buta healer vagy. Pontosan, Tali? Azzal indoklod meg, hogy bénán healersz, hogy a tank beleállt a pofonba. Jó. Megint finom macsi. Igen, sajnos. Közben, mikor az, hogy a másik karaktert felold, megcsinálni egy adott karakternek szerintem a küldetését, de nem vagyok benne biztos. Vagy szintezni kell, majd meglátjuk. Ezért majd visszajövünk. Mert most ezekre felesleges egy izét egy supply-t eldobni. Mindjárt jön a horda. Kisom. The scanner just lit up like a Christmas tree. We got a swarm incoming. Bit more, Bismore, over here. Lőd ki őket, légy szíves. Jó. Gyertek is, rohadékok. És akkor megint lehet azt csinálni, hogy furkálunk és olyan fegyvereket izélünk, ami hátrafele lő, úgymond. Tehát, hogy nem a zukovot húzzuk ki, hanem más. Mert emellé szerintem nem annyira éri meg rámenni a zukovra. Ugye ezzel a fegyver mellé, mert tök más. Az ukóba pont az a jó, hogy mindenhova is sebez. Szuper. Na. Gránát. A gránát az nagyon király volt a legutóbb is.
Az nagyon tetszett. Nem akarom még lehívni, köszönöm. A robbanós, az remélem, hogy a robbanósat ki kéne lőni. Lőd ki? Jó, szuper. Akkor még egy kicsit várunk. Most, gyere! Azaz. Ez gyönyörű volt. Ez most nagyon jól sikerült. Az összes zöldet kiszedtem bele. Jön az elite dög, nem baj. Szuper, ez nagyon jó időzített gránát volt. Kritikus terület esélye, újratöltés, tűzgyorsaság. Menjünk rá erre. És jöhet, megint, ez lesz a legjobb, mert... vagy tapaszpont? Nem. Nitrát, ez továbbra is nem rosszak ezek, de olyan sokat viszont nem bányászok alapkövetet. Ez akkor, hogy arra is rámész, hogy mindent is bányász. Always be mining. Amúgy nem arra szoktam fogni, hanem arra, hogy CD-n volt, mert nem volt mana, és úgy jött bele. I see. Zsuzsu, itt van-e? Nem tudom, a live elején itt volt, most nem tudom, hogy itt van-e még. Jó. Papapapapa. Maradunk ennél. Ez már többször is megmentette az életemet. Mivel most itt minden gagyi, és erre úgy is fogok tudni eleget fejleszteni, jöhet a gránát újratöltési. Szexi. Lehet, hogy kaptunk üzét is? Ez egyértelmű. Páncélzat, ez kell a francnak. Nagyon jó, megint nem kell páncélzat. Újratöltési vagy sebzés? Sebzés. Szuper. Jó, most már csak a magterát kell megölni, úgyhogy gyűjtsünk virágot. El ne felejtsen, mert tök jó bónusz jár érte. Meglútoljunk egy kicsit. Szuper, ez viszont egyértelmű, hogy ez kell, hogy legyen, mert nagyon jó a gránát újratöltési sebesség. Gyerünk, gyerünk, nem akarunk belállni a pofonba. Jó, szuper, 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 nagyon jó. Jó. Nem baj, apróság. Na most jó, most sikerült beterölni hátulra a dögöt. Az, hogy gyorsan előre ér. Nem baj. Egy kis HP. Szuper. Nagyon jó. Terelgessük csak úgy őket, hogy a kicsiket aprítsuk. Egy mágnes jól jönne, de hát ezt sajnos ezt nem én döntöm, hogy mikor kapunk. Azaz. Ú, ez a gránát, ez tényleg, ez nagyon király. Ajaj, benézted, Jack? Nem lehet, nem lehet, ilyen béna. Azt hittem, hogy ott el fog tudni menni, nem lőtt, pont a rosszkor jött az újratöltés. Sajnos ezeket még tanulni kell. Most már lassan lehet, hogy érdemes lesz lépni. Ide sebzés. És... legyen ez is fagyasztó? Vagy sebzés, jó, sebzés újratöltés. Nem akarok a fagyasztó rizni, aztán meg nem fogok kapni elementáris sebzést hozzá. Zugobnak van olyan, amikor spirálból... biztos minden lesz, Norbert, csak most már ezt ki kéne maxolnom, hogy meglegyen a küldetés. Be fogom tudni ezt szedni? Jó, ennyit. Szuper. Na, és akkor készüljünk most már távozni. Mert most már kezd sok lenni a horda. Most jön az, hogy egyenesen kéne őket... jó. Nem lehetsz ilyen hülye, Jack. Be akartam menni az XP-ért, és... majdnem súnya lett. Hát most ebbe bele kell sétálnom sajnos. Nem... jó, egyértelmű. Sima. Sima. Maradt két másodpercen. Jó, na este csak ne szurkolj neki. Na. És mi van itt? Jó, ez mindenképpen kell. Ez belefér mellé? Nem, mert a pont... mennyi híja van? Egy híja van. Akkor, legyen ez jó, de annyira nem életveszély.
kritikus tehát sebzés bónusz jó, de meg. Nem, ez lesz helyett. Majd hogyha lesz, akkor mehet az is. Jó, tehát ez sajnos kell. HP kell. Ez már nem fér bele, mert ez 52 lenne. Kritikus sebzés legyen, vagy elemi sebzés. A gránáthoz ugye legyen a gránáthoz az elemi sebzés. Osztos Károlynak is köszönöm szépen a tagságot a 18. hónapban. Lassan már nem tudok olyan magas számokat hoztak, olyan nem tudok magas számokat, nem ismerek. Köszönöm szépen Károly ütölös a mérnökök között. Szélzsek jó játékot, adja bugaroknak, adok neki. Csak lelkesen. Köszönöm szépen a támogatást. Jaja. No, sima. Minden sima, nem kell parázni. Na, folytatás. Aha, itt rögtön kaptunk egy kis izét, nitrát, szuper. Ja nem, HP-t, még jobb. Morkitet kell gyűjteni, jó. Szucsi. Pucolok egy kicsit. Már nagyon jó hosszan tud lőni egyébként a kis izénk. És most... Szverd már szét! Épp akartam, hogy nem fogom hagyni, hogy ennyire a nyakamra jöjjenek, de csak azért is hagyom, mert ilyen ostoba vagyok. Na. Megmentett ez a fagyasztógránát, ez valami zseni. Jó, nem? Most figyelni kell az izét, és... Már itt van a swarm, úgyhogy nagyon jó. Szuper, ez most nagyon jó nekünk. Most tudok pucolni, és mire idejére raj, remélhetőleg rájuk is tudom szakítani a mindenséget. Nem, még nem fogom tudni, menni kell majd még egy kört. Nem baj. Jó, azt ott kiszedik nekem, de rájuk fogom tudni. Nagyon jó. Jó lesz, jó lesz, jó lesz. Egyetek kefét. Á, később kellett volna egy kicsit, nem baj. Jó volt ez így is, szintet lépünk gyorsan. Elemi sebzés, természetesen. Újratöltési sebesség mehet. Ez az. Jó, ezt majd szétverik a bugarak, de még tudunk visszajönni cukorért. Ezt kell elkezdeni jutni, mert ez nagyon sokáig tart, amíg szétverem. És... Igen. Jó, meg is vagyunk a morkittal, szuper. Tűnjünk innenki fele. De jó, hogy mentem. Jó. Gyűjtsünk egy kis piros vackot, mert most nagyon keveset gyűjtöttem az upgrade-ekre, és szívás volt. Oké, és jön a raj. Innen gyorsan ki kell lépni közülük. Szuper, ez most nagyon jó, hogy itt erre el tudtam jönni. A újratöltési sebességünk az még nem az igazi. Nagyon, nagyon nagy a downtime-unk, amikor... Nem, ezt most nem merem megkockáztani, hogy azt szétverem. Jöjjön az arany, jöjjön az arany, jöjjön az arany. Jó, menjünk. Nem, majd visszajövünk érte. És most kell arra figyelni, most ne szívesen be úgy magam, mint hogy egyszer már sikerült. Nem szabad most zsákutcába futnom, mert akkor halottak vagyunk. Na, de jó, hogy nem mentem el arra. De jó, hogy nem mentem el arra. Ott lennék most beszorulva. Ott szépen keringnék most, aztán vagy sikerül, vagy nem. És még ott. Jó, valahogy át kell majd ízenünk ezt is elmi sebzésre. Ezt most nem tehetem meg, hogy erre nem megyek rá. Ó, de várj, egy újtósavas és elektromos. Most nézem, hogy lehet, hogy pont ezt írtad, nem írja a fagyit. Köszönöm, Stenger, hogy írtad, bár most pont észrevettem, de amúgy ezzel, igen, ez... Csász meg. Jó. Nem baj, akkor is rámegyek, hát ha kapok megint egy izét a főfegyveremhez. Mert ugye szokott túlfejlesztések között szokott lenni, és ugye most mindenképpen túlfejlesztjük. Jó, tipli van, szupi. Ó, nagyon jó. Nem is kell most HP, de ezt itt kiszedjük, hogy legyen. Loot bogarakat összekapkodjuk, legalábbis egyet-kettőt. Gyerünk, gyerünk. Aha, és ott is van már a főgenyunk. Nagyon jó. Nagyon jó ez a fagyasztógránát, ez zseni. Viszont arra figyelni kell akkor, hogyha kapunk elemit, akkor ne fagyasztásra menjek majd az alapfegyveremnél.
Na, sérülés után tapaszpont jár, nem olyan jó, akkor találjunk inkább aranyat sziklabányászás közben. Na, eldobható bumerang, ami visszatér hozzád. Elektromos sebzést ad le. Ezt már meg is beszéltük szerintem. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Öld meg őket, úgy, úgy. Sima, sima, most kell ide elrohanni és a sarkon végigmenni. És legutóbb azt hívtam be, hogy ezekbe a sarkokba be tudsz szakadni. És ez nem szabad. Egy kicsit a széle mentén kell elmenni, és akkor nem akadsz be. Legutóbb ezzel nagyon beszivattam magam. Erre most el kéne jönni az XP-ért. Jó, most el tudunk menni majd a cukorkáért, ha már azértem, ott van. Az, az, gyertek csak is rohadékok. Mindjárt halott a főbogar. Nagyon jó. Robbanós nincs a közönkben, nincs. Jó, ez gyönyörű, ez gyorsan ezt is szedjük. És már is se vagyunk. Plusz kritikus sebzés. Bár nem nagyon kritezünk, de még nem lehet tudni. Most ez egy-két krit upgrade-em már van. Jó. Új, de nem tudnak följönni, mi? Kis rohadékok. Jó, menjünk, nem merek kockáztatni. Nem tudom, hogy van megcsinálva. Na. Amúgy miért lövöd a bolgarokat? Hülyeség, taposd őket, vagy nem is én lövöm őket, János, automatikusan lövünk. Jó, most csak egy nagyobb cipő kell a fegyverekért. Amúgy igen, elműsödés, jaj, igen, azt már közben izé. Here we go, igen. No, nézzük. Gránátok sebzésen nagyon jó lenne. Csökkent az összes fegyverú... Jó, hát ez muszáj. Tehát ez kérdés nélkül muszáj. Erről nem is beszéltünk. Ez belefér mellé, mind a kettő, ha kell, nagyon jó. Mondjuk ennek nem... A túlfejlesztés miatt jó lenne, hogyha tennénk a szintre, de nem biztos, hogy megér nekem 18 izét. Ez mindenképpen kell. Ez zseni. Ez 60, 71. Tökéletes. Tudom, hogy megéri megtartani, de nem baj, jó az így. Ezt nem én. Ha is ilyenkor pont kaptam random aranyat is. És most gombát gyűjtünk, az jó. Jó. Crit sebzés, bányászati sebesség kérdés nélkül. A mozgás is jó, de a bányászat az fontosabb. Sokkal többször szívatom be magam a bányászattal, mint azzal, hogy nem mozgok elég gyorsan. Azokat a szed szét, azaz. Egyre jobban érezhető az a bányászati sebesség. Új, na ez most lehet, hogy szívás lesz. Most hagyni kell, hogy gyűljenek. Nem szabad itt átjukadnom, amíg be nem gyűlnek ide. Jó. Aha, halott vagy kis rohadék. Nagyon jó már a gránátomnak a üzéje. Merre jön? Oda földre jön. Jó, ezt meg kell próbálni gyorsan kipucolni. HP-ból jók vagyunk. Ezt most nagyon gyorsan el kell kezdeni nekünk. Mert akkor rögtön a rajt meg is tudjuk aprítani. Jöhet már? Jöjjön, jöjjön, mert ott vannak a robbanósok. Azaz. Szuper, és rá is tudtam menni a izére. És megint ezeket kapom. A... Izé kéne. Ja, de lehet, hogy azzal megvan. Ja, de attól még kapatok többet. Na, sziasztok, mivel más ez a játék, mint a sima? Egész más, tök más típusú játék. Tehát az olyan, mintha összesítened az arkot a... Seven Days to Die. Nem is adnám, de Arkota, nem tudom, Tetris-szel. Teljesen más típusú játék, csak ugyanabban a világban játszódik. Amikor megállsz az ajtóba kicsit találni a bogarakat, igen? Csak én érzem, hogy rosszul fordították? Csökkent az üretöltési sebességet? Azt írta, igen? Lehet, hogy üretöltési időt, nem? Majd mindjárt megnézzük.
Találjunk még... nem, legyen nitra. Mert aranyunk már van, legyen nitra is. Jó, és még több elemi sebzés. Puszi. Na most kell okosnak lenni, mert most hagytam őket ugye nyakamba gyűlni. Ide gyertek is sohadékok, azaz. Vagy azt a gránát, ez valami, ez nagyon jó. Plusz 10 sebzés a gránátnak. Kérdés nélkül. Csak most már kéne a alapfegyver upgrade is. Még megint... rámentem mindenre, csak arra nem... Ah, de gyönyörű kerülés volt ez. Jó. Mondom, hogy visszamegyünk gombáért. De jöjjön az arany, mert a... Na ez most... ez most szívás lesz. Ide most villámgyorsan be kell ásnom magam. Azaz. Kis rohadékok. Gyertek csak, azaz. Buta bogarak. Ez nagyon, amúgy ez nagyon tetszik ebbe a játékba. Nem tudom, kicsit ilyen retro érzésem van ettől, ahol Bomberman érzésem van, mert ugye Bombermanben is ugye egy ilyen klasszik izé, ott, hogy nagyon figyelned kell arra, hogy mit, hogy robbantasz ki. És emiatt annyira Bomberman érzésem van ettől, hogy ezt elmondani nem tudom, újra töltés a gránátnak nem rossz, vagy sebzés. Sebzés. Főleg, hogy a szintje is nő, tehát hamarabb tudok túlfejlesztést csinálni rajta. Miért jöttem ide? Gombát akartam, ugye? Így van. Aha, jön már a magtere, úgyhogy még 3 gombát össze kéne szedni gyorsan, mert most már azért érzem, hogy ha elkezd gyűlni a üzé, akkor szívás van. És az a mellékülítés meg sok cuccot ad, úgyhogy azt mindenképpen érdemes megcsinálni. Nagyon jó, meg is vagyunk. Csak innentől kezdve már igazándiból csak... Már fagyizunk. Itt majd figyelni, hogy nehogy megint beszorítsam magam. Most érzem, most jó. Ez a fagygránát, ez nagyon... Erre érdemes rá erősíteni. Na majd itt jön majd... visszafordultak, túlástam magam. Jó, nem baj. Ezért kapok még cuccot? Lehet, nem tudom. Most egy kis sebzést beszedünk, nem szedünk be, eldodzsoltam. Itt is el... Nem, itt már nem sikerült eldodzsolni. Kár. Apró butaság volt. Jó. Ki tudjuk itt ezeket szedni? Ki hát? Nagyon jó. Itt hajtunk is egy kis XP-t. Szuper. És megint nem kapok semmit a izéhez, megőrülök, jöhet a körözzék sebzés, ami tök jó, csak na. Nem, mert ebben nincs is Robo Mule. Nem, itt nincsen Robo Mule. Eddig, hogy tetszik a játék, nagyon tetszik. Nem tudom, mennyire lesz népszerű, de ha más nem off-screen, biztos, hogy fogok feljátszani. Boomerang és Granatnak minősül? Nem figyeltem, majd ránézünk. Kell még HP? Nem kell HP, úgyhogy csak... Most már csak arra kell menni, hogy minél hamarabb szétszedjük a magterát, miközben terelgetünk. Mert... igen. Érzitek most már ti is, hogy jön nagyon a horda. Azt ott szed ki, és azaz. Nem? Itt el tudunk menni körbe. Erre jó, sima lesz. És akkor most úgy menjünk, hogy közben helyezkedjünk vissza már középre, mert meg fogjuk szívni, hogyha nem. Atya ég! Plusz elemi sebzés. Teljes életerő kellett volna. Nem, hülyeség volt, nem kellett volna ezt. Lőd már szét! Jó. És most ott kell hagynom az XP-t és lelépni, mert túl sokan vannak. Majd veszünk egy HP-t, azt annyi. Jó, el kell menni köztük? Majdnem sikerült. Gyertek kis rohadékok, még van itt nektek egy kis lőszer. Ó, rohagy meg, rám robbant, jó, inkább beléptem. Még valami rám robban. Kár, nagyon sok XP-t ott hagytam, amúgy jó volt. Wow. Hát itt azért most, na most viszont eszelt, hogy meg kéne. Azért ez a 9 páncélet, ez sok, nem tudom mennyi az alap, de azért ez soknak hangzik.
181-en vagyunk, szerintem elég be... Hát jó, első live az, az mindig becsapós. Meg ugye nem szabad elfelejtem, a Stark nem live-ol. Jónás imádja, hogy szenvedek. Örülök neki. Nem, amúgy nincs ez a baj. Amikor elkezdesz egy pályát, próbáld meg Prióban a questet megcsinálni. Azt akarom, Norbert. Ja, hogy a mellékvesztet. Igen. Igen. Jó. Ez mind a kettő nem lehet meg. Most sajnos meg kell hazudtolnom magamat. Nagyon kevés a crit chance-ünk, és ezért hiába jó ez. De nem megyek vele sokra. Aha, hogy az ritkább eszközök előfordulását adja. I see. Mi van még? TP-gyűjtés, 10. nem rossz. Nem fér bele mind a kettő, úgyhogy sebzésre megyünk. És már nem tudunk HP-t venni, ez viszont baj. Muszáj volt, Tari, muszáj volt. Nem, itt már muszáj volt, tehát itt éreztem, hogy... most, tehát ahhoz még nem vagyok elég ügyes, hogy ne találjanak el. Na, HP-t ezt legalább összetettük. Szerezzünk gyorsan Mortitot. Hú, ne, vannak köpködősök, azt nem szeretem. Dögöljetek meg. Most kell itt bányászni, és még ott nem átjuk adni. Ah! Tökéletes időzítés volt a gránát. Nem én voltam. Mielőtt valaki félért, ugye ez egy autósúlytől, nem én döntem, hogy mikor mit hova adok. Tehát az egér az tök mindegy, hogy... Ez igaz, nem a VHD-vel játszol. Az egér az arra, hogy kivárazd a ámúvédjeidet. Ja, egy kis bogár, köszönjük. Dehogy nem büszkék vagyunk. Innen most le kéne lépni gyorsan, miatt beszorul mi. Mert jönni fog a horda és ránk fordul. Egy kis arany legalább, egy kis arany. Jó, menjünk. Csak ide ne. Ah, jó. Itt most ki tudjuk őket taktikázni. Nem? Ezt kell szétverni. És hagyni, hogy hagyjöjjenek. Mert innen ki kell, hogy gyűrűljenek lentről, hogy utána tudjak oda menni. Eltek is sohadékok. Legalább jól összegyűltek. Na, ezért kellett innen lelépni. Vagy hagyni, hogy elkezdjenek jönni, mert rögtön, ha rögtön átjövök, azonnal a nyakamba lettek volna. A morkit az necces lesz. Bár már csak 3 darab kell. Jó. Nem sebeznek ezek sokat, de jobb elkerülni. Hagyjál, ne! Ah, rohagy meg! Nézzek, folyamatosan jönnek, nem... Jó, itt most talán lesz egy másodperc nyugtom. Azért folyamatosan jöttek a szélén, és egyszerűen nem tudtam annyira beásni magam, hogy elkezdjenek megkerülni. Most vagyunk bajban. Menő szét a robbanós! Te! Ajaj! Morkitra lenne szükségem. Négy, amúgy jól állunk. Még. Meg nem is annyira Morkitra HP kéne. Itt van gyöngy, meg ezért, hogy most nincs arra kapacitásom, hogy azt gyűjtsem. Az annyira mellékes. És amúgy nem tudom, mióta nem kapok fejlesztést ez a szarhoz. Nagyon mérges vagyok amúgy. Meg is pont, azt hittem meg lett. Jó, most már meg lesz. Így van, szintet léptünk, jó. Jó, ez most muszáj. Akármennyire is ez sokkal jobb, muszájak, mert sose lesz meg a 12-es szint. Hol van a jeladó? Ott lent, jó. Mindjárt olvasok csetet, bocsánat srácok, akartam a szintlépéskor és elfelejtettem. És most annyira figyelni kell, hogy itt nem akarom megállítani a játékot. Ó, gyerekek. Na ezt most taktikásan kell. Utolsó pillanatban szabad átásnom, és akkor is még sérülni fogok. Jó, felrobbantották. Puti Jack. Jesszusom, de sokan vagytok. Van robbanós, ott a robbanós. Nem szabad hagyni, hogy rám robbanjon. Meg. És csak egy kristály van középen. Nem halunk, itt a vége. Nem fogom tudni őket megölni. Túl sok... Jajajajajajajaj... Nem baj, még nem adjuk föl. Koncentrálj!
Legalábbis, akkor legalább gyűjtünk izét. Hát, ha legalább szintet lépünk, vagy valami. Mert itt védelmező? Ne? Lehetne rosszabb is. Ja, itt már vannak ezek a döpködők, az baj. Az, úgy, és minden is köp utánam. Jó. Nem baj, megpróbáljuk. Az én beszettem az összes cukrot, az a baj, és... Meg ebbe a körben nem kaptam olyat, hogy szintlépés. Oh, mágnes, nagyon jó. Az most nagyon jól jön. Plusz sebzés. Természetesen nem ad az alapfegyver ez a rohadék. Hát ez már tök mindegy. Legyen ez, mert ez nagyobb eséllyel izéli. Hát ha kapok üzét. Nem, ez kell. Muszáj. Hát ha valahogy még két szintet összetökszedni és... Na jó, itt halunk. Lősz szét a robbanós! Atya ég, mi van így, gyerekek? Na, le vagy föl. Jó, nincs időm gondolkodni. Ah, nem. Nem, meg kellett volna várnom, de nem, mert az olyan, hogy meg minden nyakamra gyűlik. Hiába megyek rá izére, hát. Na, új törpét oldottam föl viszont, legalább. Miből chatbarát a gamer szintlépés kolonidó olvasni? Így van. Engem azt mondta, ezekben a játékok, hogy végtelen mennyiségben jönnek, akárhol fut az ember, legalább lenne az, hogy jön 500. Az van, Tamás, hogy megértem, hogy miért frusztrál, engem is frusztrál, de szerintem a játéknak ez valahol a lényege. Tehát az olyan, mintha az frusztrálna egy túlélős játékból, hogy inni kell vizet. És megértem, engem is frusztrál, de sajnos itt pont ez a lényeg, hogy így vesz rá a játék, hogy bizonyos irányba elmenj és bizonyos dolgokat csinálj. Nagyon jó volt egyébként a gránát, ez továbbra is brutális. Ez nagyon jó jött. Pedig ugye ahol tudtam, a Deep Core-t fejlesztettem, és még így is a gránát jobban sebzett. Ez eszméletlen jó. Az, Gergő, egyébként így is volt, meg hogyha sikerül rájuk húznom a izét, az sokat számított volna. De hát ez van. 15-ön van. Hát egyiket tudunk, akkor alapsebzést növelünk. Illetve itt tudunk, nem, tovább is crit esélyt szeretnék majd növelni. Jó. Na most... azt nem tudom, hogy a Deep Core az jár-e a izéhez, ezt mindjárt megnézem. Nem. Ugye sajnálom, de muszáj vagyok továbbra is a izével menni, a scouttal, mert meg kell legyen a Deep Core 12, hogy állnokoljuk a következő pályát. Ja, hirtelen más vegyet mutatott egy pillanatra, nem? Vagy várjál? Nem, igen, ott más van, jó. Ja, az ikont nem váltotta át. Látjátok, na itt van, várjál, what? Ja nem, oké, értem, jó. Rá kell mennem a buildre, hogy átváltsa, igen, oké, és ólom vihar. Jó, hát most ez van, muszáj. Most csak a küldetésnek tök mindegy, hogy milyen upgrade-et kapok a Deep Core-hoz, azt fogjuk fejleszteni. Most hamar van, meg fogunk halni, nem is érdekel. Utána ki akarom próbálni a lövészt, mert az fánnak tűnik. Igen. Nagyon jó, rögtön plusz két szint. Semmire nem jó, csak arra, hogy a küldetés meglegyen. Tökéletes. Pont ez kellett nekünk. Hát, miért is kapnék olyat, ami nekem kell? Plusz teljes életerő. Most csőlátásba a Deep Core fejlesztés kell nekünk, mert sose leszünk meg. És akkor utána, hát most az, hogy megcsinálni a pályát, hát ez igen. Nem tudom, mennyit kéne még üzélni hozzá. Hol van erre? És pirosak ezek, rohadt gyorsak amúgy. Nagyon idegesítő. Megvárjuk majd vele a ordát. Hadd kapják a szeretetet, mert a nagy dögöket olyan nehéz szétlőni. Na.
tudod triggerelni a robbanóst úgy, hogy közeledsz hozzá, és amikor azt látod, hogy megtorpan, és ó, azt nem tudtam, Norbert, király, azt nem, hogy csak szétlőve lehet. Lövészel a fegyvere, csak maga alá lő, szóval sokkal nehezebb vele játszani. Tehát úgy maga alá, hogy konkrétan csak egy irányba lefele? Az extrém nehéznek hangzik. Mindegy, majd kipróbáljuk. Közben miért tovább megyek, Romi Dánielnek is köszönöm szépen a tagságot. Dániel üdvömérök között a harmadik hónapban. Hello, hello, beköszönök, milyen a game, nézegetem én is, nekem az Alien Shooter 3 jut róla eszembe. Az Alien Shooterre nem játszottam, azt hiszem hasonló hozzá, egy tipikus autósúter. Az Alien Shooter talán nem autósúter volt, nem akarok hülyeséget mondani. Én nekem az első autósúterem, én nagyon élvezem. Ja, maga elé, aha. De akkor, ja, tehát amerre futsz, ú. Az extrém nehéznek hangzik, Norbert. Akkor vele egész máshogy kell játszani, de mondjuk pont ez a fán. Na mindegy, menjünk tovább. Ez az én hülyeségem volt. Jó. Most kell visszamenni. Hát kész, itt fogok meghalni. Itt fogok meghalni. Hátha. Dobj rá! Oh, és mindet elkerültem. Az volt az epic dodge, srácok. Ez már nem. Na gyertek, rohadékok. Egyetek ilyet. Na ezt kipróbáljuk, amit mondtak itt most nekünk tipként mindjárt. Igen. Köszönöm. Ez egy nagyon jó tip, ezt nem tudtam. Köszi szépen. Ez nagyon jó, hogy ezeket ki tudom már triggerelni, mert sokszor emiatt szívtam be, hogy úgy terelgettem magamat, hogy próbáltam elkerülni a robbanósokat, hogy kilőjem, és ez nagyon jó, hogy tudom őket triggerelni. 10. szint után nem majd fejlesztés, csak hogy szokd majd. Aha, oké, János. Tudom, hogy nem ezt kellett volna választani, de mindegy, beszéltük ezt. Ugye jön a fődögünk, de addig beássuk magunkat. Magtera, szuper. Azért jó, ez keresztül jön mindenen. Nagyon jó. Hello! Már itt se vagyok, begyűjtöttem a rútot addig. Ez nem tudom, hogy jelente nekem bármit. Ezt itt kikerüljük. Az upgrade! Epic evading, nagyon jó. Szintlépés, hát ez is jó, ez is jó. Nagyon jó. Legyen elektronyos. Hát ha most megint kapunk sok elemit. Na, és ott az elemi sebzés. Szuper, ha már nincs izé. Bár eddig még mindig azt mondom, hogy az ő fegyverei közül még mindig a gránát a legepikebb. Lehet, hogy fagyasztása kell. Nem, jó a gránát. Jó, hogyha a gránát fagyaszt. Azt ott kerüljük szépen el. Úgy. Aha. Ezt nem vettem észre, hülye vagyok. Jó, ki tudom őket kerülni, szuper. Nem vettem észre, hogy megint ugye zsákutcába kerültem. Jó. Azt lőtt szét? Úgy. Ezt felrobbantjuk. Ez nagyon jó. Ezzel nagyon jól lehet taktikázni egyébként. És sikerült őket elkerülni? Nice. Muszáj. Egy HP és HP, köszönjük. Azaz, pont ezt szerettem volna. Nagyon jó. Teljesen nem kapok, úgyhogy elemi. Jó. Sziasztok, srácok! Már itt se vagyunk. Na, még ölhettem volna egy kicsit. Azt hiszem, hogy szedtük így a robbantásokkal. Igen, ez nagyon király. Na. Ebből vagy ez. Újra töltési sebesség az mindig jó. Erre már ugye nincs. Életerő páncélzat, az 46, mind a kettő jöhet, és akkor szerencsére nem futja, nem baj. De baj.
Csak hogy tanít idegesítsem. Na. Morkitot kell szednünk, úgyhogy arra rá is megyünk gyorsan. Szuper. És most még van időnk is, úgyhogy még ezt is itt beszedjük. Szuper. Gyertek is rohadékok. Nem húzzuk az időt, hogy a kis nyomjukat öljük, mert alig adnak bármi XP-t, és addig azt hasznosan el tudjuk tölteni morkit szerzéssel, meg ilyen gyöngybányászással, hogy még több gyöngyöt költsünk el, nem a páncélzatra. Hú, hogy van egy gyors dög, azt lehet, hogy érdemes elkerülni. Aha, rögtön sztraj. És nem még... Aha, ezt elrontottam, később kellett volna átfúrni. Aha. Szuper, nagyon jó. Most itt robbantunk. Nagyon jó. Ezeket őszét kérlek. Nagyon jó. És akkor itt most átfúrunk, és lemegyünk a dropodért. Morkáj. Morkájt, bocsánat, nem is morkit. Bár szerintem... Ah, ezért nagyon jó. Ezért gut. Ó, hát ez szuper, ez. Rohadj meg. Hát ezekre rá is robbantjuk ezt. Gyerünk. Muszáj lesz, rögtön. Azaz. Azt mondja, ő kellett volna menned egy munkavédelmi sorokot, hülye. Jó, le kell ide őket húzni. Hogy föl tudjunk menni a... azért még itt nem ásunk át. Most már muszáj. Nem jó, ezt elmértem, nem gondoltam, hogy jön a swarm és oda ugye beássák addig magukat, mire odérek. Jó, itt most gyorsan át kell menni. És erre felfutni. És megpróbálni itt kiszedni egy kis HP-t. Nagyon jó, szuper. Ez a legjobb, köszönjük. Aha, szuper. Egy mágnes egyébként jól jön, mert is nagyon szét vagyunk szórva. Beszedtem a izét? De nem, még nem. Nagyon jó. Szintlépés. Ez. Van meg, és ott volt a rohadék a izé mögött, és nem vettem észre, jó. Ó, meg lesz a izé. Tűzgyorság, hogy most legyen újra töltési. Már csak egy kell. Mennyi nem? Vagy na, nem az, hogy mennyi nem, hanem mindegy. Nem akartam átfúrni, szét akartam lőni. Mindjárt jön a főgenyó. Ezek azok a szintek, ahol olyan OP még a karakter, és itt még lehet... Na, makterázzunk. Mindjárt szintet épünk, aztán olvasok, csak megint kiment a fejemből. Amikor tudtam volna... Még arany. Ne, bakat, ja. Jó, ez így még nem volt életeszély. Nyertek kis rohadékok. Ez baj. Erre nem számítottam, hogy itt jönni fog egy ilyen horda rohadék. Így a semmiből. Jó, hát ez a random faktor a játékban, ez sajnos benne van. Most itt kint ezen a nagy területen akarom őket terelgetni. Szintet lépünk, nagyon jó. Pont így van, szerintem a legtöbb mana tankra megy el healnek. What? Ja, persze, hát ez a lényege. Ha nem lépésre, akik rónak mobokat, persze akkor a tank is igyekszik leszedni róluk, és nem figyel a heal. Így. Üdv újra a játék beszerezve, letöltés mindjárt kész. Na, János, örülök neki, jó játékot. Szerintem egyébként tudom, hogy ezek ilyen minimum, tehát hogy ezért ezek a játékok, amiket pár hónap alatt össze lehet rakni, hogyha a modellek meg a izék adottak hozzá, tehát nem egy extrém befektetéses játék, de szerintem tökre megérje ezt a pénzt, ami bekerül. Ez tetszett legyen ez. Ez nagyon jó a... Igen, tehát ez nagyon durva single sebb... Igen, nagyon durva single sebzést oszt ki, és emiatt az ilyen szemét izékelem nagyon jó.
Nem tudok mit csinálni, ha nem hátra lövünk. Én be fogom szívni. Nem tudok mit csinálni. Ez a magter, ez ilyen szemben, olyan sok HP van, hogy full szívás eleme üzélni. Még próbálom úgy, hogy folyamatosan lőni tudjam, de hát még így is néz. Rá kéne robbantanom a izéket. Hát ez kicsit benne... Na ez, most kellett az, hogy gyorsan fölmérni, hogy merre tudok menekülni, mert nagyon, nem baj. Csak az, hogy a gránátvetőm az rosszat céloz, mindig a magtera mellé lő. Az a baj. Jó, legalább ez megvan. Plusz sebzés. Legyen átütő. El kell oda jutnunk. Jó, mindegy. A lényegi rész megvan. A GK12. Nem nagyon volt időm itt közelni. Jó. Nincs robbanó sajtunk, ugye? Nincs jó. Oldalról megsebzett a lépcsőn. Ne. Érdekes, etik ahhoz képest, hogy fontosan ugyanazt csinálod, még sem. Ezeknek pont ez a lényeged van, hogy mindig egy kicsit más a random izé miatt. De úgy pont ez a fán benne, meg ugye mindig unlockolsz egy új fegyvert, unlockolsz egy új törpét, mit tudom én. Na, most már azt csinálunk, amit szeretnénk. Ez egyébként tényleg epik, tehát azért ezt a kettőt megtudjuk. És mellette 48, 78-unk nincs, kár, mert akkor még kéne HP-t is venni. De hogyha ezt megveszem, akkor nem fogok tudni. Nem baj, kockáztatunk. Ez egyébként nagyon jó, de... Olyannyira erre mentem, hogy ezzel jobban járok, ezzel a kombóval. És talán... nem. Ehhez mennyi kéne? 42 kéne, kár. Ez van. Ja, nem olvastam el, Don. Nem baj. Morkitra gyorsan el kell menni. És közben cukor. Tehát, hogyha látunk, akkor cukor, mert... És erre nem jöhetek el. Itt vissza kell fordulni, mint tudok, mert csak elvesztegetett másodpercek lesznek. Jó, gyerünk, menjél már. Jó. Aha. Az van, hogy ilyenkor feléd jönnek, amikor nem tudnak kerülni. Csak ilyen óvatosan kell, hogy közben ne tudjanak rám jönni, mert most nem engedhetem meg a kisebzésre magamnak. És nagyon gyorsan kell cukrot találni. Ó, öcsém. Jesszusom, mi van itt? Már kicsikből is olyan tömeg van. És jön a swarm. Nem baj, a robbanósokkal majd megoldjuk. Én érzem a cheat, srácok. Úgy. Na, hát ez inkább jutalom, mint ellenség. Jó, nem. Logikusan azért nem, de... Ott a cukor. És most szerencsére nincs is a nyakunkon minden még. Gyerünk. Szuper, puti. Persze lentre teszi a rohadék. Ássál, ez az, nagyon jó. Ez most nagyobb szívás, ezt nem fogom tudni. Ha igen, akkor sem most. Hú, ezért kár. Aha. Jó, ezt most itt áldoznom kell sajnos. Muszáj voltam, hogyha tovább várok, akkor csak a nyakamra gyűlik minden, nem ölöm őket elég gyorsan ahhoz, hogy... Gyerünk, lőd szét, jó, robbantsunk. Ez az. Jó. Robbanós bogarak megmentettek, hát ezek nem is ellenségek, hanem társak. Itt is, innyi át is robbantunk egyet.
This is perfect for my build. Swarm detected. Bogman, get ready. Jó. Most... Robbantós, robbantós, kérlek, robbanj! Ah. Nem fogunk már sokáig húzni. Nem akarom még? Jó. Most jöhet. Jó, hát ez egyértelmű. Újratöltési sebesség. Ja, megint nem néztem meg. De hiszek neked, Don, hát nem gondolom, hogy hülyeséget nézel, vagy hazudsz. Tűzgyorsaság szint. Jó lesz ez. 25. sebzés a gránátnak, az jó. Az még most is jó. Megint szintet léptünk. Plusz 50... igen. Megnöveli a fegyver... Nem, várjál. Plusz 10% újra töltési sebesség. Valószínűleg akkor ez nem itt van. Mondjuk ez is jó lenne, de nem ez jobb. Közben... Most jó volt írva. Aha. Értem. Mindegy, három küldi meg van az új pályára. Elvileg... nem. Meg kéne csinálnom ezt a merülést. És ezt nem tudom, hogy hogy lesz meg. Még egy... Ugye ezen a szinten már jártunk, és egy szinttel lejjebb haltunk meg, azt hiszem, eddig mindig. Ez nagyon jó ez a gödör. Itt most tudom őket terelni szépen. Amíg nem jön a következő, hogy ránk robbanjon. Jó, tűzgyorsaság megnöveli, igen. Újratöltési sebesség. Megnöveli ez is. Hát ez egyértelmű. Átlagos fegyverek, az kettőre is hat. Ez meg ide tűzgyorsaság. Nagyon sok tűzgyorsaság. Nem, menjünk erre, mert hát a kimaxoljuk. És akkor ez egy jó nagy bónusz lenne rá. Aha, ez körbe jöttek. Robbanj. Plusz sebzés. Tudom, hogy ez jobb, de ki akarom maxolni. Robbanj, légy szíves. Nice. Itt ezt még bőven tudom kerülni. Most nagyon jó ez a hármas fegyverem, mert ugye keresztül megy az egész rohadt izén, sokat sebez. Hát ez hiába jó, ez túl epik, mert kapom a izét. Plusz 100 sebzés, plusz 100 újratöltési sebesség, mínusz 30. sebzés. Ó, tehát ezt szuper kimaxolod, és minden más meg szívó. De mondjuk ez brutál. Vagy plusz 150. sebzés, mínusz tűzgyorsaság. Tűzgyoltatág. A tüzes szárkány. Legyen ez. Ne hagyatkozunk csak erre. Tekintő, hogy azért a többi is kapott egy-két fejlesztést. Nagyon jó. Ne hagyatkozunk csak egy fegyverre. Arra lőj, légy szíves, nincs erre időm, hogy itt mindenfele lövöldözöl. Azaz. Crit sebzés, plusz sebzés, nem érdekel ide. Ja nem, ez csak plusz szint. Mondjuk lehet, hogy nem lenne hülyeség a izé miatt, nem. De, hát ha tudunk túlfejlesztést csinálni rá. Lőjed, gyerünk már! Jó, új fegyver. Az a baj, hogy Zukóval jobban járunk, mert ez nekem egyáltalán nem jött be, egyébként biztos ez is jó, hogyha rámész. Ez meg nem volt rossz, de én nem éreztem ezt annyira. Jó, na, tűnci. Azaz, egyetek kefét, kis rohadékok. Hú, nagyon jó. Stage 3 completed. Remember to mine for minerals as you progress deeper. Most úristen, most egy mágnes, de jó lett volna, Jónás. Hát az most brutál lett volna. Igen, ezt amúgy én is érzem, Tamás, egy kicsit túl gyorsan, tehát kapod a figyelmeztetést, és rögtön ott vannak tőled szembe egy méterre kell, jó, nem egy méterre, de azonnal elkezdenek bemászni a képernyőről minden irányból, és ez egy kicsit olyan RNG, ami kicsit túlzásnak érzem. Na, ez nem annyira, mert ebből már úgyse fogunk szerintem olyan nagy szintet elérni. Újratöltési sebesség átlagos fegyvereknek, ebből ez kettőt kap. Kinetikus sebzés, ez kettő. Tűzgyorsaság, ez viszont három.
mert lövedékes. Ez biztos jó, de... I'm raring to try this out. Nem belefér. No way! A legendary! Load up and get going, Miner. Ah, értem Norbert, köszi. Ezt nem tudtam. Mit csinálunk? Morkitot kell szedni. Tudom, hogy ez nem Morkit, de ez is kell. Ó, rohagy meg! Azt hittem, hogy... Aha. Már rögtön bajba leszünk? Igen, hát ez a pálya, ami szerintem megint meg fog enni. Ez már ide brutális. És lehet, hogy ez nem ez lenne az utolsó. De mindegy, nem baj, következőben kipróbáljuk lehet a lövészt. Miért ne alapon? Na-na. Azaz. Robbanj fel, kis rohadék. Gyertek csak. Jó. Muszáj voltam ugye kézélni, mert köpölték a rágó gumit. És már raj. Nem baj, ezt még ki tudjuk trükközni. Meg azért jó a raj, mert ugye azzal jönnek robbanósok. Nyertek csak is rohadékok. Megpróbálok odáig elásni. Gyógyulni. Morkitot még... Ja, de találtam el, jó. Áh, ezért kár. Ez nagyon tetszik, ez a dologutás. Úgyhogy ennyire lehet vele taktikázni. Jó. Morkit kell. Az arany se rossz azért. Most még vagyunk olyan helyzetben, hogy megengedhetek magamnak aranyat. A következő orda még egy picit odébb van. Azt lőtt szét nekem nagyon gyorsan. Azaz. Aha, nem. Ah, elcsesztem. Tudtam, nem baj. Ezt nem kéne, ezt idézni, hogy nem kéne. Legalább akkor hadd kapjam meg a küldetést. Jó, jó, hát ez... Ez nem, ez jó, ez persze, nem is kérdés. Újra tölt is sebesség kéne amúgy még a izére. Hopp, ott tudnánk egyet robbantani. Ah, nem jött be. Basszus, kicsi múlott. Ez amúgy nagyon jó láncreakció lehet még. Ha ügyesen játszom ki. Ez most jó lehet. Ez most gyönyörű lehet. Ezeket kéne innen kiírtani, hogy nyugodtan tudjak időzíteni. Nagyon jó. Még várhattam volna vele. Jó. Cukor. Elemi sebzés? Nem. Nem. Plusz 10 sebzés. Miért ne? Gyertek rohadékok. Mire idejetek, én már túloldat teszek. Azaz. És itt robbantunk is egyet. Mondom, itt robbantunk is egyet. Ó, szuper root bug. Ezt szét kell verni. TP gyűjtés. Közben olvasunk. Igen, képenem, igen. Én szinten jársz. Ó, oké. 100% szint van. Aha, majd mindjárt megnézzük. Öt szint? Jó, nem 100%. Jó, a szó elejé betű, igen. Mi térkép alatt van 50, az mutatja, hogy oké, és megvan, köszi srácok. Ah, nice. Gyerünk, ássad. Mindegy, így sem rossz. Aha, na most kell varázsolni. Erre tudok varázsolni? Robbanj, ez az. Jó. Itt próbálnék egyet robbantani. Robbanj, ez az, gyönyörű. És most jön az elit dög. Ó, ez itt jó lesz. Na most kéne egy rohadt mágnes, atya ég. Ezért valahogy vissza kell menni, azt nem szabad ott hagyni. Újra tölt is sebesség alap.
Jó, szintet léptünk megint, plusz 10% sebzés kérdés nélkül. És plusz 15% sebzés kérdés nélkül. Sebzés, hogy újratöltés, újratöltés. A fagyasztás miatt, és páncélzat. Tali is boldog legyen. Na ilyen az, amikor bejön az RNG jó irányba. Egy olyan robbanóbogár láncreakciót indítottunk el, hogy Oppenheimer megirigyelni. Plusz 5% sebzés. Plusz 25, vagy plusz 15, plusz tűzgyorság, plusz 25 jöhet ide. Nem olyan nagy szám, de már szerintem ez nem fog nekünk számítani. Én nem hiszem, hogy eljutunk az 5. szint végéig. Őszintén azt gondolom. Azaz. Jó, itt gyorsan át kéne ásni. És teli HP... Ja, mert olyan sok szintet léptünk, hogy közben teli HP-ztem magam abból. Na, azt lassúak vagytok, srácok. Még mindig szintet léptünk, nagyon jó. Plusz 10 életerő. Keresztül fúrunk, nice. És halott is a földgyökér. Jó, puti van. Szevasztok. Hello. Ilyen messzire még nem jutottunk szerintem. Lőszét őket? Nem akarok itt halni. Vagy nem akarok sebzésbe szedni. Még egy kis nitrát, vagy mi az isten. Jó. Ó, stage 4 megó. Jaj, azt nem, csak stage 3-at csináltuk. 139. Jó. Mozgássebesség menő lenne. Páncél menő lenne. Az eddig 60. És akkor még van 80-unk. Ez is belefér, és ez kettő, mondjuk... Aha, na itt van. Csökkenti az összes fegyver újratöltési, újratöltődési sebességét. Igazad van, Don, egyébként ez rosszat ír. Mert ez növeli. Tehát újratöltési idejét kellett volna írni, ezt elírták. Kritikus tett esélye. Mondjuk a 900-ik az jó. Csak most meg nem tettünk egyáltalán krit üzére. Na mindegy, ezt mindenképpen kell, mert ez nagyon király. Ez is jó. És akkor még kettőt tudok megvenni ebből, ugye? Így van. Jó. Újra roll? Nem, ez nekem nagyon jó volt. Sem, hogy ezt kell írjam, de az utolsó szinten meghalsz, a főbossz még gyenge vagy. Én is ezt gondolom, Zoltán, tehát ne aggódj, ezen nem fogok sokkorodni. Ez már brutál. Lord Kerrigan spawnedetek. Amúgy igen. The Dreadnought will emerge when you destroy the small cocoons. And watch out for elites. Keep your cool, you will make it out just fine. Most megpróbálom gyorsan újra HP-zni rögtön az elején. Bár még szintet is fogok lépni, úgyhogy lehet, hogy ez hülyeség volt. Mert ez későbbre jobb lenne. Öld ezeket le nekem, köszönöm. Jó sebzésünk van már szerencsére. Aha, kicsi izéket szét kéne lőni mi. Mert különben ki fognak kelni és elitek lesznek, gondolom én. Sebzés, vagy ennek a két fegyenek újratöltés, újratöltés. Nagyon sok sebzésünk van már, újratöltés kell nekem most. Ah, nagyon jó gránát, köszönöm. Megint nagyon jó gránát. Ezt itt szét tudom lőni? Nem, ezt még, vagy de? Nem, ezt még nem. Jó, a kicsiket láttam, hogy ezt tudom. Ah, abban meg. Ugyanaz. Ez most majdnem cumi lett. Ó, és ott jön a rohadék magtera. Ki kellett, gondolom. Aha, ki kellett. Tudok találni másikat? Aha. Szét kéne szedni, miatt még ki kell mi. Nem, ilyenkor ki kell... Óba meg. Aha. Hogy ilyenkor hamarabb ki kell, I see. Mondjuk az olyan szemben nem feltétlen baj, hogy ezek például nyugodtan jöhetnek együtt.
A sebzés miatt szívás, de egyébként... nem szívattam be magam? Nem, jó, tehát tudunk menni. Jó, egy jó supply pad, az most jó lenne nekünk. Nem, még, nem, még, ah! Hamar átástam magam. Ezért kár volt. Uff, rágó gumisok. Á! Hűha! Hűha! Anya, hozd a kamerát! Nem szabad ide eljönni, vagy hát szabad, csak innen följebb nem szabad menni, mert ott, ott van a... üzé. Vissza kéne menni, azért a supply pod, de sok rágó gumi! Jó. Lőd szét azt, jó. Nem érdekel a Nitra, át akarok fúrni. Ah, nem baj. Jó. Kevés a heal. Azaz, Tari, mit csinálsz? Na jó, újratöltés sebesség vagy sebzés? Generál újratöltés sebesség. Na gyertek, rohadékok. Ezt most rátok időzítem. Elcsesztem. Nem, nem csesztem el. Ez az. Ez kell most. Most már ez jobb. Jó. Tárgyfelvételi távolság, generál újratöltés. Átlagos fegyverek, jó. Ez a kettőt kapja, nem átlagos. Vagy nem generál, nem átlagos. Jó lesz. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Én érzem, hogy ez meg lesz. Meg lett, jó. Megérte. Mindjárt jöhet a boss. Biztos, hogy be fog alázni, de nem baj. Mondom, rohadt gyors, meg lő, meg robban, meg mindent is csinál, nem baj. Így is ez egy fán... fán kör volt. Menj már! Hűha. Még ha boss nincs, akkor is szívás van. Aha, jön az... erre emlékszem a izéből, a rettenet, ez az a szuperóriás bogár volt. Ami akkora, mint egy ilyen vonat, vagy nem tudom. Aha, igen. Na gyere, rohadék! Aha! Plusz 25... Ah, ez, neki ez nagyon jó lesz. Ott a mágnes. Gyerünk, ugorj már, te rohadék! Azaz. Ah, és... csak hogy a szuper gamer skillt mondjam, tudtam, hogy szintet fogok lenni, és tudtam, hogy odébb fogom lökni a bogarakat, úgyhogy merhetek arra menni. Kinetikus sebzés. Én csak ez a kettő kapja, de most már egyértelműen az. Oda tűzgyorsaság, vagy crit találat esélye, crit találat esély. Kár érte. És itt a vége. Itt nem fogok átjutni. De. De hát még sehol nem vagyok attól, hogy lesebezzem. Most kéne találnom egy rohadt nagy nyílt teret, ahol nem tudnak... ahol nem tudnak körbevenni. Ú, de rohadt. Jó, ez nagyon tetszik amúgy. Izgi. Izgi bizgi. Robbany? Jó. Még most? Á, itt a vége. Ahhoz képest... ott a cukor. Csak most ugrani fog a rohadék. Na ez a baj. Ez a baj. És erre nem lesz időm, hogy ezt kiszedjem. De... belegyalogoltam. Kár! Nem, nem olyan sokom volt. Ez most király volt. Megvan az új scout build.
Na most majd mindjárt kitaláljuk, hogy melyik legyen. Most egyébként ahhoz képest, hogy agyatlanul csak a izére nyomtam, de bazd, nézd, jó, tudom, nem, le, a túlütés, nem, nem tudom, hogy beleszámolja, hogyha a túlütés beleszámolja, akkor ez nem olyan nagy szám. De egyébként meg amúgy nem lenne hülyeség erre is egyszer. Nem, közben rájöttem, hogy ez mi a baj. Single target. Tehát lehet, hogy mindent is leírtana, hogyha teljesen elmennék egy vonalban, de egy vonalban. És a sok kicsi meg megölnetett emellé kell vagy egy jó gránát, vagy valami. Vagy egy jó zukov. Ez most jó, igen, ez most jó menet volt, ez most kifejezetten adta. Izgi volt nagyon a vége. Egyáltalán nem zavar, hogy beledöglöttem. Jó. Mindjárt megnézzük, hogy miben különbözik a fürge, és akkor eldöntjük, hogy melyikkel menjünk tovább. Ezt továbbra is krittelátot szeretnék, úgyhogy ezt nem. TP-gyűjtés mértéke, vagy társadalmi TP-gyűjtés mértéke. Nem páncélzatot szeretnénk, hanem szerencsét. Jó, vegyünk páncélzatot is, tényleg nem hülyeség. Mozgási sebesség, vagy bányászatot szeretnénk, úgyhogy azt hiszem mindenképpen megvárjuk. És akkor mehetünk. Na. Így is meglett a következő pályát, akkor viszont megyünk a következő pályára. Meglátjuk, lehet, hogy túl kemény lesz, de csak hogy egy kicsit változatos legyen a pálya, hogy ne ugyanazt toljuk állandóan. Megnézzük a magma magot. Veszélyszint egy amúgy, tehát igazándiból jók vagyunk. Ja, értem, és akkor ha meg lesz a 4 küldetés, akkor tudjuk majd ezt nyitni. Ez tök jó. Jó, akkor ma... Sweaty pits, jó. Mutatja baloldali kör statját is, király. No. Tehát, vagy megyünk, amúgy sokkal több az alapéletereje, itt vannak, hogy írják arról, több az alapéletereje, van alappáncélja, 500% crit, 150% crit sebzés, 500% crit, 200% crit sebzés, és van 500% dodge esélyem egyébként. Na, ez mit csinál? Ó, ez rögtön zukóval indít. És így plusz 10 mozgási sebesség, 20 teljes életerő, 25% dodge esély, és találmányos kikerülés, akkor alábbi kép, aha, és hogyha dodge-olok, akkor mozgási sebesség és újra töltés sebesség 5 másodpercig. Csinálunk egy gyors szavazást, csak egy percig fog tartani. Azt mondja, hogy... Pillanat, csak annyit meg kell néznem. Nézd, lehet, hogy indul egy dítő, nem? Jó. Jó, ez nem sürgős. Mit szeretnénk? Hol van? Szavazás. Kivel menjünk? Fürge Scout. Vagy mi az? Felderítő. Vagy lövész. Szerintem a lövészhez szétrépáznak minket, de ha szeretnétek, akkor mehetünk vele is. Egy, nem sokat fogok hagyni neki egy kicsit, addig még nézzük, hogy... Ja, nem tudom megnézni, aha. Kár, nem tudom előre megnézni, hogy mik lesznek neki. Egyébként, ugye, igen. Ez azért valamennyire érdekel. Tali az ilyen izé, hogy mindegy, páncélja legyen. Minden 100% lövedék után 8 erős... Ó, aha. És akkor utána egy burst-szer egyet maga köré. Az egyébként érdekes. Jó. Iszunk egy kortyot, mert már vattát köpök. Közben megnézem gyorsan a telefonot. Nem tudtok dönteni, srácok. Hol látom, igen. Na jó, azt hittem, hogy tök egyértelmű, ezt mindenki lövészt akar, mert hogy az új karakter, de... De ez a Dodge Chance is egy érdekes, meg hát ugye a fedétővel már toltam, ugye ez az egyik. A másik az, hogy ugye, hogyha a lövész az csak maga elélő, azzal nagyon taktikázik. Hozzáteszem egyébként, azzal még fánabb az, hogyha mondjuk beás, tehát főleg az elén, amíg nincsen sok olyan, ami bedarálja a faladat, beásod magad egy lyukba, megfordulsz, és adod nekik a jóságot. Nem azért, hogy a lövész mellett érveljek. Közben mi lesz majd még? Aha, ez meg majd valami... Azt nem tudom, hogy ez vajon csak nehézséget fog növelni, vagy más is lesz a bajomon belül, vagy más jelenségek, vagy ilyesmik. Fegyvegyíres. Nem, azért nem. Hát valamerre dőlni fog, tehát 50-50-re biztos nem jön ki. És akkor közben még. És azon gondolkodok, hogy jó, nem.
Mennyi kéne ezt 10, 5-öt kéne venni, mennyi van? 4400-unk van. Vegyünk meg egyszer... Nem. Maradjon csak, nem kell vele sietni. Jó, én szerintem... Annak ennyi, hogy reméltem, hogy nagyobb lesz a különbség, és akkor egy perc után lezáratom, de én most lezárom a szavazást. Épp hogy csak, de a lövész nyert. Nem akarok túl sokáig menni, de nem akarom nagyon megakasztani a üzét. Valószínűleg utána fogunk majd menni a másikkal is. Na, menjünk egy jó lövészet. Pick rails and pickaxes. That's me. Find the dreadnought. Eliminate the dreadnought. Jó. Return in time for sandwiches and beers. You can do this alone. Ó, és itt dreadnoughtozni kell. Aha. Amúgy jól néz ki a pálya, ez már most tetszik. Mozgási sebesség, vagy sebzés, vagy újratöltés sebesség. Menjünk a sebzésre. Főleg, hogy mozgási sebesség ennek a törtnek. Aha. Tehát céloz, tehát nem nyíl egyenesen lő maga elé. Értem. De felé kell fordulnom az ellenségnek. Na ez mi vajon? Jó. És ez láva, ugye? Ó, ne. Van, ez nem tetszik. Van láva, ami sebez. Meg robban minden is. Aha. Ez keményebb lesz, mint szeretném. Na ez a bajom nem lesz a kedvencem szerintem. Tűzgyorsaság. Menjünk rá akkor a izére. Tehát... Azért itt van sebzés. Azért itt akad. Tehát azért logikusan nem éri meg most itt megállnom ezek ellen. De azért ezzel például sokkal kevesebb szer lesz az, hogy velem szemlélnek és nem tudok mit csinálni. És kénytelen vagyok belemászni az ellenségbe. Azért az itt dara van. Szintezzük csak, hadd kapjuk a izét. Főleg így ugye, hogy még nincsen túlfejlesztésünk. Jó. Hú, ez amúgy... Azt hittem, hogy nem fogom szeretni. Amúgy ez is egy érdekes. Nagyon a scout az egy tök olyan általános, ő vele már specifikusan kell játszani. Ezt azért szerintem ki, hogyha később vissza kell érte jönni. Ő vele sokkal inkább ilyen in your face kell játszani. Most mit? De brutális sebzése van viszont. Mi lenne hozzá a legjobb? Soti szerintem, mert úgyis egyfelé nézek, akkor hadd adja közben a izéket. Elit savköpő, fúj! Ennek nem örülök. Robbanjatok? Azaz. Aha! Újra töltés sebesség, szexi, jöhet. Jó, kicsi áldozat. Tehát férünk, nagyon jó. Gyere, genyó. Jó, ez amúgy fun. Ez jó, ez király, tetszik. De mintha az enemik is kapnák a lába sebzést, lehet. Nem figyeltem, nagyon eltálltak a pályát. Ránézésre amúgy igen, megfogtam az első merülésemben, bár az alapfegyvert kifúloztam. Na tessék! Sziasztok! Szia, Drauhelualu! Kellemesebb estét neked is! Jöhetik ott, micsoda agresszív űrbányán. Hát itt brutál megy Feri. Már csak az kéne, hogy a láva időközönként megemelkedjen. Persze, Jónás! Adj még ilyen ötleteket, légy szíves! Bányászunk! Viszont egy valami nagyon jó ebben, hogy te döntöd el, hogy kit akarsz, tehát milyen irányba akarsz főleg sebezni, ez nagyon jó. Haha!
Most itt ott kéne hagyni, hogy gyorsan tudja bombát szedni, mert nincs meg a küldetésem. Azért ez nagy erő, hogy megyek szembe velük és döglenek. Jó. Atya ég! Ez mi? Itt robbantsunk rájuk? Na, ó, pont. Ouch! Rohadj meg. Aha, amúgy ők is fölgyulladnak. Jó. A sebzés az csúnya volt, de nem baj. Crit sebzés, vagy találat esély? Crit találat esély. Menjünk. Csak a minigán lőne. Igen, igen, Gergő. A többi fegyver az alapot hozza, tehát a shotgun az ugyanúgy működik ezen a karakteren, mint ahogy működött a scouton. Elég gyomorrontás, azaz. Olyan, mint a izé, a Pepto-Bismol az amerikaiaknál divat, ugye az ilyen rózsaszín vacak, azt tisszák gyomorsavra. Vagy refluxra, mert tudom, hogy a reflux is gyomorsav, csak értitek. Sablekötő. Azt mondja, tűzösség nem lenne rossz. Befér mind a kettő? Nem. Ez hiába epic. Lehet, hogy erre fogok menni, mert ez annyira tetszik, és biztos, hogy nem fogunk eljutni a végére, legyünk őszinték. Úgyhogy ez. Aztán ez még több sebzés. Ez is még... mind a kettő belefér. Jó. Most morkitot kell szedni. Nem baj, egy kis lootbag belefér a morkit előtt. Gyertek kis rohadékok! Jó, én azt hittem, hogy nem fogom szeretni a lövészt. Azt hittem, hogy nagyon gyors kör lesz. De eddig tetszik. Biztos, hogy a nehezebben nemi ellen már szívás lesz vele, mert ezeknek is nyomi ellen persze, hogy mindent beberálok, hát. Mint Mózes a vörös tenget, úgy izé választom szét őket. Morkitot nem tudom, hogy honnan fogok szedni, azt még nem láttam konkrétan. És már itt vannak a csápok, az komoly. Haha! Van azért ott egy sebzés. Ah, ott a morkitunk. Nice. És ez tök jó, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy oké, feléjük fordulok, kilövöm őket, és akkor utána izé. Mennyi, majd visszajövünk. Csak itt ugye fontos erre figyelni, hogy ha akarsz darálni, akkor vissza kell fordulni, az darálni kell. Új, de szívás ez bejönni, mindegyet itt okosan kell, úgy. Robbanj, nice. Jó, újra tötti sebesség, kérdés nélkül. Nem tudok így bányászni? Nem, de addig nem találom el őket. Jó, meglett, pont, szuper. Úgy. Van meg. Benéztem. Nem baj. Beakadtam. Nem baj. Meglett. Nice. Ó, most töltsé újra, légy szíves. Nem baj. Mit talált? Dögöljetek meg! Yes. Én is így gondoltam. Pont szintet is léptünk, talán. És nem fél és lögtem őket. Jó, szintlépéskor HP, ez alap. Teljes életerő vagy tűzgyorsaság? Teljes életerő. Tankosodjunk. Ó, szuper.
tűzgyakoriság, nagyon jó, elég OP karakter. Hát ő... OP, de speciálisan is kell vele játszani, amúgy igen. Újra töltés sebesség. Mozgási sebesség, nem baj az se. A hagyújtó gránát, vagy ugye a deepcore, ami nem rossz, de meg. Kézi revolver. Az lehet, hogy a sotihoz jól megy. Bogár hasító óriás történeteket lő ki, legközebbi ellenfelet veszi célba, kinetikus sebzést ad le. Nem, gyújtsunk. Bár itt amúgy is gyulladnak. Nézzük meg a revolvert. És amint a gyújtót nem választottam, jön az elemi sebzés. Akkor sima kinetikus sebzés, mert az három fegyver is kapja. És megint az elemi sebzés, benyászati sebesség vagy szerencse. Benyászati sebesség. Menő. Ez nagyon jó, hogy tudsz takarítani magad előtt. Mert tök jó volt a deepcore, de ez meg folyton hátra lőtt, ugye? És sokszor ott, hogy mentem az ellenség felé, mondom, lőd már ki, lőd már ki, lőd már ki, és nem lövi ki, csak azért se. Ne! Jó. Tehát ezzel szerintem jobban lehet taktikázni. Jobban is kell taktikázni, ez egy érdekes koncepció. Robbanj rá? Ah. Pont szétlőttem, és ezért nem úgy robbant, ahogy szokott, hanem sebzéstől robbant. Jó. Azaz. Ennek nem örülök. Jó. Tájtávolság. Szuper. Ebbe belenéztél, Jack, nem baj. Te hülyeséged, megérdemled. Jó, nem tudok már arra menni. Vagy ha tudok, csak félek, hogy nem érek vissza. TP gyűjtés, jöjjön. Hú, ez van brutális. Ne, ja, mindegy, nem akartam még menni, kicsit még lövöldöztettem volna. Első kör is megvan a 12-es alapfegyver. Első kör? Szerintem nem. De lehet, mindjárt megnézzük majd. Ja, úgy első kör, hogy a legelső run ezzel, igen. Konkrétan még vigyorgom a streamet, ennyire kilegén. Nem a pénzszercet féltem, hanem az időmet. Hát ez nem egy pénzszerce féltős. Jó, szerintem itt gondolkodás nélkül, tehát meg se nézem a többit, erre rányomtunk. Tűzgyorsaság a lövedékes fegyvereknek. Hát ennél jobb most a világon nincs nekünk. És még azért bele tudtam menni, hogy megsebzett volna. Szuper. Szuper, szuper, szuper. Nagyon tetszenek a szövegeik is. Látványvilágra is össze van rakva a játék. Jó a zenéje, jók a hangeffektek. Kifejezetten pont annyi basszus van, legalábbis egy fülessel, ugye ennek a fülesnek egész jó basszusa van, hogy úgy érzed, hogy van ereje a robbanásoknak. Ezek becsapósak ezek a dolgok, de számítanak. És nagyon nehéz őket szerintem jól eltalálni, és itt eltalálták. Nem tudom, mondani, tetszik a grafikája, kifejezetten adja a játék. Féltem egyébként, hogy mi lesz, úgy voltam, hogy lehet, hogy fél órás játék lesz, és refundolom. Jó, kettő sebzés, legyünk őszinték, nem ebbe fog beledögülni. Ez itt még nem kell, de kiszedem, hogy hátra vissza kell érte jönni. Swarm detected, jöjjetek, öcsém. Most van az élő. Ó, hogy ezek mindenhonnan lőnek. Robbanást kérünk. Azaz. Nyami. Aha, a hidrák. Meg, ez én hülyeségem volt. Erre jövünk. Csak itt egy picit izélünk. Na. Tűzgyakoriság, vagy azért menjünk, inkább menjünk azért ide egy azére. Azért ez már az a szint, ahol megéri. Nyami. Jó, azt elkerüljük, úgy. És menjünk bányászni. Nagyon adja egyébként. Szedjétek szét, azaz.
Nem éri meg, mindegy, most már lehozzuk. Nem érte meg, ez egy rossz trade volt, de nem baj. Csapjatok el mellettem? Ah. Lőj! Mami! Ouch. Jó, nem baj, nem, ezt most okosan kell. Menni kell valami HP opcióért. Most kéne egy mágnes és meg lenne oldva. Nem figyeltem. Újra töltés, ez egyértelmű. Nem, túl sok minden robbant körülöttem. Túl nagy áldozatot adtam a izének. Jó, de ez annyira király, hogy ezt tolni kell még. Ez a rövész, ez most nagyon tetszik. Minegán gúz, brrr, ez így van, nőrd. Ebbe pont az a fán, és tökéletesen eltalálták. Amúgy nem volt annyira rossz, mert horda is átment a láván, és kaptak. Igen, nem, amúgy ezt még simán tolhattam volna. Kifejezetten jó volt az RNG, meg minden. Sőt, nagyon jó RNG-nk volt. Csak azt rontottam el, hogy agyatlanul mentem a izébe. Sorozatlövő fegyver, ezt majd megnézzük. Agyatlanul mentem a izébe, és mindenképpen le akartam hívni. Simán kellett volna mennem még egy kört. Eltürelmetlenkedtem. Kár érte. Egyébként egy kifejezetten jó kör volt. No. Teljes életerő, plusz 10, az nagyon jó. Plusz egy regen. Jó. Ez mennyibe kerülnek? Olyan, hogy ez nem drága. Mozgás vagy bányászat? Jó. Mehet egy mozgás is. Menjünk a izére? Nem, megyünk... próbáljuk meg letolni a izé alját, mert viszont ezzel a... Most ezzel fog menni, ez annyira tetszik. Ezzel szerintem egy ilyen nagyobb esélyem van. Hát itt igazán annyiból bután kell játszani vele, hogy ha van jó fejlesztés a minigánhoz, akkor nem is érdemes megnézni a többit, mert annyira központja a minigán a lövésznek, de hát logikusan ezért lövész. Tehát a scout az elkerül, ezt csinál, azt csinál, ott építhet sok mindenre. Ő vele persze, hogy a fő fegyverére kell építeni, egyébként a sima izébe is ez volt ugye a Deep Rogue Galactic-ba, és hogy ő... Emlékszem, hogy én scoutként ide jöttem, oda mentem, az engineer az lerakott dolgokat, meg ezt csinálsz, meg azt csinálsz. A lövész mit csinál? Lő. Újratöltési, mondjuk az lehet, hogy nem hülyeség minden fegyvernek. Annak ellenére, hogy ez jó. Lesz, ez ritkább. Na, ja, pont most fogytunk el, ott van alul, látom. Jó. Supply pod hol van? Ott van. Bombát még gyűjteni kéne, mielőtt jön a... horda. Jó, ezért nagyon fán ez a karakter amúgy. Féltem, hogy milyen lesz. Hát ezek után nagyon kíváncsi, hogy a többi karakter mit fog tudni. Ugye az egyik az egy bányász, aztán a másik az engineer, ami tureteket tett le. Tűzgyorsaság, kritsebzés, nem rossz TP, tűzgyorsaság. Ez most kérdés nélkül igazániból legyünk őszinték. De... Ja, pont el... ezt teljesen az én műségem, pont elfogytunk, és nem vettem észre, hogy... Robbanj már! Úgy. Jó. Nézzük meg a gyújtógránátot most. Jó. Főleg, hogy most nincsen láva. Most jobban fog jönni a gyújtógránát. És most már kéne menni a izére, mi? A... update-re. Upgrade. Hol van? Ott pintyög lent. Tetszeni fog neked a DRG-don, ezt már ide megmondom, tehát egyedül szerintem nem fun, de lehet, hogy lesz, aki cáfol. Egyedül szerintem nem fun, csapatban nagyon jó.
Nem. Ne kövessük el ugyanazt a hibát. Jó, jó, jó. Nice. Gyönyörű volt. Nagyon jó. Elemi? Nem rossz. Nem, újratöltési kérdés nélkül. Picikén múlott. Megyünk az upgrade-ért. Ha még most sikerül, vagy mi az a supply-ért. Ó, sima. Ez elég jó lenne, de ezzel, ez nekem továbbra is. Főleg ugye, amíg fejlődgetsz, ez ugye a legvégén már nem jó, de most azért elég király. És sebzés. Köszönöm. Megáldott az RNG-zus. Újra... Újratöltés közben megduplázza a pajzsod töltését. Az alább gyújtó. Hát ez kérdés nélkül, főleg, hogy megvettük a gyújtógránátot is. Ah, látjátok? Ez amúgy a bosszírtó. Na jó. Ez mi? Atya ég. Tűzgyorsaság. Hát ez... Boom, baby. Ez boom baby, így van. Hát úgy fogy el a HP, mint a vajból lenne. The threat level just went up. Yes, yes, kiszámoltam. Úgy. Gyújtósebzés. Nagyon jó. Ez most fasza? Ezért ide be kell jönni. Kockáztatunk egyet, de szerintem így is lesz időnk. Életerő, vagy mozgás és sebesség életerő. 190 HP. Na gyertek, roldékok! Nagyon jó. Egyedülse rossz, mert van egy segítő robot, ami fejleszthető és oda lehet küldeni. Ó, mondjuk jogos, egyébként igen, Tamás, igazad van. Na, erre viszont lehet, hogy rá kéne menni. Mert mi van még? Gyújtósebzés. Oké, de ez viszont nagyon erős lenne. És ez a kettő van jó, akkor ez. Vagy újra töltés, vagy plusz szint. A plusz szint annyira nem érdekel. Ez. Virágokat gyűjtünk, az jó. Az 6 szokott lenni, az gyors, igen. Ritkában rakja ki, de az elején ugye gyorsan így tudsz sprintelni. Főleg ezzel a karakterrel. És... Az a bányászati sebességet láttátok? Hogy a lootbagot hogy szedtem szét? Az több, mint gusztustalan. Na jó, ez tényleg epic volt, jó. És nem is epic, hanem legendary. A bányászok isteni pickaxe-t megkaptuk. Na jó, ez brutális. Ez erős. Tetszik. És így elolvadnak az utamban az enemik. Nagyon jó. Ha menjünk oda oldalra, megyünk majd, jó? Gyertek, rohadékok. Jó. Meg így, ha ügyes vagy, akkor így oldalazva is tudsz egy kicsit sebezgetni, és nagyon jól jön. Na, mi hiányzik? Az hiányzik? A kristály. Jó. Most nem szabad áldozni, ha kell, akkor megyünk még egy kört.
Most jó lesz. Ki kellett volna mennem, ez még nem lesz jó. Viszont a teljes élet az alap. Mindegy, nem volt rossz. Ez jó lesz. Hát ez... Gyertek, rohadékok! Hát szinte facetankolom a izét. Atya ég! Nagyon jó szögben lő egyébként. Tehát... hát nem azt mondom, hogy 180, de közel 180 fokra kicéloz, és ez nagyon király. Jó, legyünk köszönjük, szerencsém is volt az RNG-vel. Mozgássebesség, 15 sebzés. Please. Tudod, kit sebezgessél? Azt láttátok? Jó. Kicsit elolvadt szegény, ahogy jött felénk. Azt gondolta, hogy a kemény boss bogár, hát... Megmutattam neki, hogy mi az a boss. Jó, most töltünk, ezt megöljük gyorsan. Be is szedjük az XP-t belőle. Nice. Ez az én hülyeségem volt, nem baj, és mindjárt szintet lépünk. Lőd ezt a kis nyomit ki, azaz. Mi sem? Ja, mert az utamban volt még egy nyomika. Jó. Hát ő akart sebzés, és nagyon jó, kigyújtom, és akkor megyek, aztán addig sebződik. Egészségére. Na, közben olvasok. Igen, ja, ezért a jöttet, igen. Szia Jack, nem a játék az időkérdés, mert a csatornádon menedzserő stratégiai játék. Látszásért, hogy anno 1008-at kipróbálod majd? Valószínűleg nem, Dani. Én anno szerintem, anno szerintem játszottam, ha nem is, az 1800-el elég sok anno játéka játszottam. Nem rossz game, hát soha nem mondta soha, nem nagy esélyt látok rá. Így ezt merem ígérni. Plusz is sebzés gyújtóra, simán. Időnként így megállok kicsit, megabálom itt. Ez brutális. Aha, most kell elépni, mielőtt ezek bedarálnak. Még virágot kell gyűjtünk, azt nem vettem észre. Nem baj. Ott is van virág. Ezt majd itt hagyjuk, hogy beüzeljék nekünk. Azaz majd visszamegyünk a HP-ért. Jó, aha. Nem baj, nem vagyunk bajban. Na, új fegyver. Ez simán illik ehhez a karakterhez. Ez teljesen jól lesz ide nekem. Aha, nem. Köszönjük. Nice. Ezért kár volt, nem baj. Én ide akartam jönni a HP-re, de közben szintet léptünk, és az kb. Újra töltött. Jó, nem kéne gridelnem, menni kéne kifele. Újratöltés. Mindennek? Összes vegyver, aha. Vagy crit chance, legyen crit chance. Na, most már próbáljuk elintézni a izét. Ez az egy negatívum ennek, hogyha menekülsz, akkor nem tudod ölni így a boss-t. Tehát kell találnod... Nem szabad hagyni, hogy túl messzire menjenek alapnehézségbe a dögök, mert nem jutsz el odáig, hogy sebezd a boss-t. Kezd egy kicsit sok lenni, nem baj, mindjárt hal. Szerencsére a másodlagos fegyvereim elég erősek ahhoz, hogy... Tűzgyorsaság, újratöltés, újratöltés. Nice. Irány kifele. Kicsit elgrideltem, de nem baj. Még csak a másik szinten vagyunk. De viszont nagyon sokat fejlődtünk.
beszorultam a nénikédet, de megijesztett. Nem mertem már útolni, mert... Féltem, hogy megakadok. Kell még... Ó, nem szedtem be a virágot. Mindegy. Milyen a game? Nagyon tetszik, Ati. Nagyon adja. De kár, hogy erre nincs elég. Na ez, úr, ez most brutális lenne. Hú, de nagyon kár ezért. Ezért most szomorú vagyok. És hogyha meg lett volna az utolsó virág, akkor ez most meg lenne. Megnöveli a halál előtt elszenvedhető sebzés mennyiségét. Ez a szenvedhetsz többet. Na jó, hát ez van. Hát akkor aranyból viszont nem éri meg ezt nem megvenni, mert rá is jó mozgássebesség, tűzgyorsaság, és mehetünk is. Szomorú vagyok, elbohózkodtam a végét, és ezért sokat sebződtem. Egy, kettő... Kettő nem lett meg a virág, és ezáltal nem lett meg a jó fejlesztése. Pedig még azért mondtam is, hogy a virág az könnyű, de pont ez a baj. Hogy ezt gondoltam, hogy a virág az könnyű, és nem feküdtem rá. Ó, ott van egy gomba, azért visszamegyünk. Jó, ezt ugye senki csuklisztuk. Lépjünk egy szintet. Gyújtósebzés, nice. Jó, nem, most már nem állunk meg agyatlanul lövöldözni rájuk. Kész. Nem, ez nem, nem szabad, nem... Olyan kevés XP jár értük, hogy nem szabad, nem tanácsos. Ugye ezt nem szabad elfelelni, hogy olyan kicsinek tűnik a, vagy kicsinek tűnik a hiányzó HP-m. De ugye most nagyon sok a HP-m, ezért azt nem is olyan egyszerű visszagyógyulni, ami eltűnt. Na, de nehezen akartál szétesni. Igen, azért most már keményebb minden. Hol van? Itt lent, jó. Nice. Robbanj te is. Nice. Egy kis aranyat. Tudunk? Nem. Így tudunk egy kicsit. Takaríts ki előttem? Nagyon jó. Most ez tricky lesz, de nem baj, nem lesz vészes. Oldalról egy kicsit takarítunk. És itt kéne robbantani egyet. Sikerül, nem? Nem, nem tudtam elég közel menni. Ez a baj. Nem baj, ez még lehet jó simán. Dögölj meg gyorsan. Jó. Nice. Jó, ezt ott robbantjuk, hát a ráncra... nem lett pont ráncreakció. Bajba leszünk. Túlzottan rámentem a single sebzésre, nem baj, még lehet jó. Közben... és még is érdemli, mert tényleg nagyon jó kis fangém amúgy. De most már van a nap HP regened is, nem? Elvileg van, de hát ez... Aha, jó, biztos számít amúgy, nem is figyeltem. Súnya volt. Nem baj, még lehetünk jók. Gomba. Gumbu. Ott van egy. Mert tényleg nagyon sokat számít a loot végi vásárláshoz. Well done, you got them all. Robbanj? Nice, te is. Aha, és most rájuk tudjuk húzni a izét. És ha jók vagyunk, akkor még a magterára is. Jó, nem kockáztatunk, húzzuk a magterára. Jó. Ez jó. Ilyenünk már van, igen. Újratöltés. Jó, az így is elég gyorsan tölt már újra. Na, lépjünk le, most nincs időm lootolni, meg szórakozni. A szélén azért megpróbálunk egy kicsit még. Sajnos nincs, de jó lenne, de egyszer nincs, nem félek oda menni lootolni.
onto that drop pod. It's about to head out. Plenty more where that came from. Egy picit több időt adhatnának. Mondjuk 45 másodpercet, nem sokkal többet. Elég kevés, bár ha nem sérülsz, ami nekem nagyon nem... akkor jó. Na, mondjuk ez lehet, hogy érdemes, bár az, hogy csak 60 valamennyink van, mit tudnék belőle venni? Szerencsét. Akkor viszont ezt, várjál, innen mit tudok? Megveszik a minden, ami kell kristályból, vagy mi az ilyen üzéből? Hát semmi igazándiból. Jó, ezt most újra rollolom. Kár. Jó, nem baj, mozgási sebesség nem rossz. Az elemi, az meg jó, mert gyújtó. Lesz mind a kettőre? Igen, ez 46. Jó. És akkor még ez mehet, hogy hát is sikerül kiszintezni. Ez is tök jó, hogy egy-egy kört el tudsz menni azzal, hogy csak kiszintezed a fegyvereket. És akkor ott nem kell ráfeküdni minden csodára. Azt azt szeretném, köszönöm. Sapköpőket nem szeretném, köszönöm. Rohadjatok meg. Nem baj, legalább tudtam egy kicsit bányászni. Becsém. Jó. Gomba, gomba, gomba. Elemi sebzés nem rossz, mozgás nem rossz, tűzgyorsaság rövedékes fegyverekhez. Jó. Tűzgyorságon nem baj, ha növelünk. Ja, de már nem is kell. Jó. Szedjük szét. Jó, gomba, gomba, gomba. Jó, nagyon-nagyon tetszik ez, hogy olvasztja a dögöket. Na, innen indul a szívás. Hopp, jaj, mi volt ez? Aha, jó, ki kell behúzza az izét, jó. Még szerintem ezt mondtátok is. Ó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Ó, de jó, oké. Féltem, hogy nem fogok tudni elég, tehát nem lesz elég széles, hogy beleváljam magam, és bejönnek szembe, de nem. Aha, most tölts újra, hogy jött gyorsan. Jó. Bomba, 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 nice. Ez is megvan. Vegyem meg, kérlek. Jó, nice. Nice. Ilyenkor rendesen szinte megéri egy-egy kicsibe belemenni, mert szétlöki őket a francba. És olyan picit sebeznek rajtam a páncél miatt, hogy túléljük. Mit kéne most csinálni? Most már igazándiból gyűjtögetni pluszba. Tudok egyet? Igen, jó. Nice. Obban nyel egyet a kedvemért? Miért még bajba kerülünk tőled? Jó. Ezénk már volt? Nem, még majd most jön. Jó. A dropod. Ez a dropod is tök jól megcsinálták, hogy ennek is van egy ilyen kis mechanizmusa, hogy oké, ki kell bányászni, de ha ügyes vagy, akkor rájöttel az ellenségekre, és nagyon, hát... Az előbb konkrétan a boss-t lenulláztam a dropoddal. Can't drop supplies for you yet. Prep the landing zone for impact. Pop the loop on. Let's get the mission. Új, új, nagyon jó, hogy... jó. Kerüljünk gyorsan egyet. Lesz még, lesz időm, jó. Robbanj? Azaz, nice. Hát, megsérültem, de lehetne rosszabb is. Erre gyertek, azaz. Ott hagyjatok nekem egy kis részt, és akkor ott már át tudok mászni. Gyönyörű. Nem lehet, hogy elfelejtetni, hogy még nem töltött újra a spéci képességem, hogy félrelökjem őket, elemi sebzés. Hol a dropodom fönt? Ó, és már be is van töltve nagyon, mert hogy már ki van bányászva, csak hívni kell. Viszont ez nem olyan jó helyen van. Jó. Most jön, amit minden robbanni fog. Hű. Legyen arany. Ez itt most csúnya lehet. Robbanjatok föl, gyorsan. Á, halok. Itt a vége. Itt a vége, benéztem sajnos. Tűzgyorsaság. Hátha. Hátha megment. Kicsimulott.
kicsi múlott. Hanyadik, nem, harmadikon vagy negyediken voltunk még csak, igen. Przzs. Pajzsmodul lesz, amit kaptunk. Kicsit elrontottam, nem baj, nem volt ez rossz. Nagyon taktikus a game, de sokszor nem is lehet majd leállítani szuplit. Úgy senkire, mert nem tudod betölteni. Aha. Nekem pedig szerintem kb. Mindig sikerült. Szoktál kivenni felszedési távolságot? Igen, szoktam. Bár ez nekem ilyen másodlagos. Nem baj, jó volt ez egyébként. Na jó, hát a mérnököt ki kell próbálni, hát... Pont a mérnököt ne próbálnánk? Az enzsinyőr. És nézzetek meg... 11-es szint, furra rámentem, 2.800.000-et sebeztem a gyújtógránáttal. Pedig amúgy, jó, tudom... Érdekes, hogy ilyen keveset sebeztem most az ólomviharra. Pedig amúgy, mondjuk tény, hogy az első pályán éreztem erősnek, és onnantól kezdve az előző rámba sokkal erősebb volt. Most szerintem nem kaptam hozzá annyira jó. Nem tudom, hogy nem-e számoljával, hogy mert szerintem az ebből származó gyújtó sebzés, mintha nem számolná, mert egyébként azért szerintem ennél többet sebeztem vele. Pörzsölő. Hát pörzsölő vagy parázsló, igen. Egyébként meg perezsel, vagy nem, PR-ezsel. Jaja, na, fejlesztések, mi jöhetne? Nem, ide bányászatira majd... sebzés, vagy menjünk újra töltésre, és akkor egy. Legyen, ezt így vegyesbe tolhatjuk föl, ezek meg nem olyan, ezek jó. Bár lehet, hogy legalább egy... nem. Jó. Kristálybarra mozunk, ott egyel kevésbé taktikus, mert nincs ez a magma, nem tudom. Na nézzük meg a mérnököt. 130-as életerő. Ja, de egy kicsit jobb, mint a scoutnak, jó. Kritikus 5%, 5%, sebzés 150, úgy neki 200. És van egy TP gyűjtési mértéken plusz 5%, jó. És őrtornyot kapok. Aha, hozzáférés biztos az építmény fegyverekhez. Plusz 10% sebzés, újratöltési sebesség. Jó. Nézzük. Gonna keep my stuff in good repair. This is it. Either the dreadnought goes or we... És akkor ez hogy működik? You'll be on your own in there. Make it count. Na, most a morkitos... Aha, automatikusan leteszegeti. Ja, hogyha megálló gondom, akkor teszi le. Hát ez egész érdekes lesz. Menjünk rögtön itt a főfegyver kifejlesztésére. Mert az egy jó irány volt az előzőnél is. Legalább megnézzük, hogy kb. Mit tud. Jó. Újratöltési, elemi, bányászati. Bányászunk. Itt nagyon sokat számít tényleg. Főleg ahogy én játszok, szerintem nekem extrém fontos, hogy jól tudjak bányászni. Szedd már ki! Jó, lehet, hogy nem ez lesz a kedvencem. Kár, pedig jó lenne a mérnökre rámenni. Hol a... Ja, lent van a supply podom. Nagyon jó. Újratöltési sebesség, jó. Ahogyha megállsz, akkor rögtön elkezdi lepakolni maga köré, jó. Ezzel lehet majd itt taktikázni. Hogyha jössz-mész, akkor nem igazán pakol. Hát ennél többet nem is adhatott volna a rohadék, és közben jön a raj. Ez most egy kicsit szemét volt a játéktól. Na, én megpróbálok magunkat beásni, úgyhogy közben ezt majd a mi maradék a szétszedjék. És reménykedjünk. Álljunk meg egy kicsit, hogy pakoljon le. Hát... Aha, és viszont nem sebzik a izémet, jó. Morkitot szedjük össze.
Igen, nekem nincs el a fegyelem, csak a torony. Egy érdekes koncepció amúgy. Biztos ez is lehet jó. Na nézzük, mi van. Sokkoló drón. Közeli ellenfeleket támad. Galván gépfegyver. A csonka galván gépfegyver. Elektromos lövedék. Sokkol. Aha. Vagy ugye van a jó varacskos soti. Ez meg előre. Hát... szerintem drónozzunk. Aha, és akkor ezek izélnek itt körülöttem, I see. Jó. De mi? Benne maradtam, nem vettem észre. Azt hittem kijöttem belőle. Na mindegy. Kritikus talált esélye 12%. Jó, hát ez kérdés nélkül. Ez brutál. Ez az első, hogy ezt láttam ilyen magas százalékkal. Tűzgyorsaság. Nem kell még 6% kritsensz. Bár, de. Újra töltéssebesség, vagy sebzés. Igen, tehát időnként érdemes megállni, hogy lepakolja a vackokat, és ugye a körül érdemes körözni. Nem így, ahogy most csinálom, hanem általánosabban beszélek. Hogy ugye tudja lőni a üzéket, a mobokat, meg négyebek, és így viszont tudsz gyűjtögetni is. Elemi sebzés nem annyira érdekel, szerencse. Ez nem annyira szerencsés most. Mert így azért olvasz rendesen. Jó, sebzés vagy újratöltés? Sebzés. Jó, elég jó a sebzése. És tehát ő vele meg kifejezetten azt tudod, hogy egy-egy területet tisztán tartasz. És így mondjuk XP szempontjából ő lehet, hogy elég erős. Tűzgyorsaság. Csak ő vele meg ez a manőverezés az, ami necces. Robbanj fel, légy szíves. Mondom, robbanj fel. Jó. Igen, vele a manőverezés az necc. Sziasztok, tudom, hogy itt nem nagyon kapok XP-t, csak legalább ölöm őket. RNG-t előbb egyszer elvesz, így van. Valvány, jót ment? Majd mindenki fogunk próbálni előbb-utóbb. No, tudom, hogy a drón elektromosabb ez. Hát itt nem sok mindent tudunk megvenni, úgyhogy nincs nagyon mind gondolkodni, mert egy darab. Viszont lehet, hogy ezt rerollolni kéne. Ez, hogyha megveszem, utána tudok rerollolni, ugye? Nice. Tartós fegyverek várható élettartamot. Aha, látom, ott is van volt, ez kérdés nélkül. Kérdés, jó lett volna a távolság is, de azért ezt erősebbnek érzem. Csinálunk? Milyen küldetés? Morkit. Jó. Gyerünk. Jó. Egy kis izét gyűjtsünk. Előző körökben erre nagyon nem mentem rá. Most hamar meg lesz így, ha minden jól megy a morki, csak kéne találni még egy üzét, még egy lelőhelyet. És már itt a swarm. Rohadj meg! Robbanj! Ah! Béna Jack! Jó, ez megvan, nice. Nem is gondolkodunk a maradékon. Gyertek csak erre kis rohadékok, egyétek csak a sebzést. Az itt a... Van. Üzé. Páncélzat.
szeretem idegesíteni Talit, de annyit azért nem ér meg, hogy bukjak miatt egy kört. Ezt föl kell venni, tehát hogy... Ja, most még nincsen izénk. Nem baj, akkor azt itt bevárjuk. Figyelni kell, hogy közben. Jó. Na most ezzel a drón izével ezzel nagy szerencsém van. Innen most ki kell kerülni. Nem volt jó, nagyon körén spawnolta így a swarmot, és ez így nem volt ideális. De nem baj. Itt most bemászunk. Azaz, ez volt a fontos, ezt ott ne üssem szét. És akkor itt szépen összegyűjtjük őket, aztán jövünk ide vissza. Gyerünk. Túlzottan hagytam visszamenni, nem baj. Akkor is megcsináljuk így. Csak okosan kell. Gyertek, csak kis rohadékok. Jó, még nem szabad el. Most kell, és most itt keresztül kell menni. Gyertek, gyerünk. Nice. Jó. Három teljesen különböző játékos, és így van. Így van, tök más érzés egyikkel, másikkal és harmadikkal játszani. Hát... nice. Új fegyver. Legyen a galvám. És... Bányászik. Tűzgyorsaság. Újratöltés. Újratöltés, bár... Nem, mert a drón az nem izés. Újra töltés. Itt, hogyha ki tudod csalni a bosszt egy ilyen nagy nyílt térre, semmi esélye nincs. És még a izét is össze tudom szedni. Ez ki lett pucolva. Jó, király. Amúgy tényleg olyan, mint egy fejdon, egyetértek. Még egy kis morfit, még egy kis izéke is, szuper. Na menesz. Itt vagyok nektek egy pár turretet. Ugyan a fúrós is más. Nagyon kíváncsiak, hogy a fúrósra mit kezdenek amúgy. És nincs elég izém, 3 híja van. De kár érte. Ez most megint menő lenne. Mozgási nem rossz, elemi nem... Hát végülis a drón meg a galván is elemi. Mennyi van? Egyet tudok venni. Tárgyfelvétel, mozgás, vagy... Elemizzünk. Vagy összes fegyver 5%. Az ügyet többet fogok tudni találni. Bogár, mit csinálunk? Gombázunk. Aj. Na, arra gyorsan rá kell menni, mert ezt mindig van nehezen találom őket meg. Na, a puttyogtatnak azért szépen a drónot, jó van. Jó. Nagyon jó, hogy hátrahagyod az ezeket, és ugye egy csomó kicsit kicsipegetnek, és kisebb lesz sokkal rajtad a horda. Életerőre kellett volna menni. Ott egy pompa. Már is? Atya ég. Nem jó? Ezt meg is érdemlem, ez teljesen az én hülyeségem volt. Ez teljesen az én baromságom volt, hogy ott átfúrtam rögtön. Robbanj be, légy szíves! Jó. Úgy. Ezért most kár volt.
Tegyük ezt ide le, hagy jöjjön bele a swarmba. Kell cukor, most muszáj. Aztán menjünk a podér. Hol a pod? Hol a pod? Miért nem látom a podot? Miért nem látom a podot? Haló? Miért nem látom a podot? Ott van a pod. Nem voltam elég közel talán? Na ide gyertek egy kicsit. Na, itt kaptuk egy pár ilyen küretet, egy kis jóságot. Még nem szabad átmenni, most szabad átmenni. Jó, nice. Kis sebzés, nem baj, túléljük. Ah, jó. Pompa. És akkor ezt remélhetőleg az elég is lesz, elég is, jó. Megint nem kaptam hírelőst. Jó. Újra töltés. Ki kell maxolni legalább a jezét, miatt meghalunk. Itt a végem. Jó, talán ezért nem. De már nem ez most egy gyengerán lesz. Szerintem eddig ez a legtaktikásabb karakter. Fán. Meg ha valaki rámegy erre a buildre, ez ilyen tipikusan idézős karakter, akkor biztos, hogy nagyon jó tud lenni. De eddig, meg ugye nem felejtsük, hogy még nem tudjuk, hogy milyen speciális túlfejlesztések vannak a izéhez. Mert az még nagyon megváltoztathatja. Gyűjtsünk egy kis izét. Nem ezt akarom, cukrot akarok. De tegyünk le egy párat. Meg ez egy ilyen érdekes koncepció, hogy meg kell állnod, és akkor pakolás szereplőként. Jó. Hát ez most elég gyenge. 15-ért nem fogok rólulni. Nagyon kevés pénzünk van. Aha, itt hagytunk egy kis XP-t, meg még kristályt. Az aranyat mindjárt beszedjük. Mász. Jó. Jó, ez most jó volt ott az a robbangatás, azért vissza kéne menni. Vissza tudunk? Gomba. Jó. Nem megyünk vissza az XP-ért, gomba. Gyorsan rá kell menni a gombára, mert azért kapunk egy csomó XP-t. Sebzés, ott van egy, nagyon jó, meg egy kis arany is. Meg egy kis bizbaszka is, még egyet össze kell szedni valahogy. Nem szabad addig szétlőni a dögöt. Menekülni kell nagyon gyorsan. Hát ez kérdés nélkül. Gyerünk már, kompa, csak visszajöttem az XP-ért, mi? Már is figyelem, hogy hol van. Ah, nem. Azt hittem, hogy ott van egy gomba, de nem. Új fegyver. Úgy döntöttem, hogy ezt választom. Hol van már egy gomba? Jó. És akkor most mehetünk, ugye? Hú, de rossz helyre tette. Ebbe bele fogunk dögleni. Ha itt átjutok, akkor talán. Hűha, jó, itt át kell mennem. Atya ég. Hát ez most kemény volt. Eddig mindegyik jó. A scout a legegyszerűbb. Tehát a scoutnál azért... A scout nem specifikus,
Gunner és az Engineer mind a ketten. Ez tök jó, hogy magyar a játék, és is átfordítom. Szóval a feldélítő nem specifikus, a lövész meg a mérnök mind a kettő specifikus. Gyűjtőkezdeni, hogy körről körre nem lehet, csak piros képességet kell inni. Nem tudom, jó, mert szerintem lehet gyűjtögetni. Az mák. Hát ez nem mák volt, ez csúnya volt. Na mindegy, nézzük, hogy mit tudunk itt venni, ami nekem jó lenne. Meh. Crit sebzés, meh. Nem vagyok elégedett. Mondjuk ez jó, ez kell. És rolloljunk újra, mert ezek nem tetszenek. Plusz 10 sebzés, na ez már inkább tetszik. És akkor ebből még valamit, aha, nagyon jó. Király. Valószínűleg most ebben a körben így is úgyis meghalok. Ha csak valami eszméletlen upgrade-et össze nem szedek. Most ez a legfontosabb, hogy health-et találjak. Morkit másodlagos. Nagyon jók a drónok olyan szempontból, hogy átlebegnek minden a falak felett is. És ugye már a túloldalt sebzik az ellenségeket, ami nem rossz egyébként. Nem szeretnék ilyen lebegődögöt, köszönöm! Nem! Ah, rohagy meg! Nagyon érzem, hogy hiányzik az, hogy... hogyha megyek, akkor közbe tudjak sebezni. Ez nagyon fura, hogy... hogy így rakja le a dolgokat. Nem rossz, csak fura. Erre figyelnem kell mindig, amikor megtelik, akkor megállni, hogy lerakja. Mert ugye csak egy pár gyűlik össze, nem végtelenség gyűlik. És emiatt... azaz. Ezt akartam, hogy úgy robbanjon, hogy ne legyek benne. Nice. Jó. Egész jó, visszahoztuk. Jó, de hogyan? 10 ó, basszus. Bezárt a Tesco, és én nem vettem észre, hogy már ennyi ideje megy érzés, nekem még vacsorát kellett volna mennem a Tesco-ba. Óba meg. Hát mindegy, akkor benzinkút lesz belőle, nincsen vacsorám. Úgy voltam vele, hogy jó, egy 9-20-ig toljuk a érzés, és akkor még van időm gyorsan lemenni. És ez meg Jack. Ezt benézted. Nagyon elment az idő a játszó, most azt hiszem, hogy mióta játszunk. Nem baj, majd valamit kitalálok. Meg így holnap reggelim sincs. Ja, de holnap nem is reggelizhetek, mert így óra kell menni, mert vizsgálat van. Ezt meg. Jó. Mit csinálunk? Hol van a pod? Where is pod? Tűzgyorsaság. Jó, jöjjön ez a morkájt. Megvagyunk, szuki. Jó sebzése van amúgy a tureteknek. Meg a Galvánnak is, mindenek is jó sebzése van most, csak... itt a vége. Rohadjatok meg! Nem kaptok elélve. Atya ég, mi van itt?
El sem hiszem, hogy át fogunk ezzel jutni lehet a következő pályára. Nice. Elég rossz helyre tette. Hát, ha kapunk valami jót még. Nem hiszem el, hogyha ez most valami szuper izé volt itt a végén, epic luck. Ki kéne még mennem XP-t gyűjteni, de nem merek. Rohadjatok meg! Féltem, hogy rám robbannak, nem mertem maradni. Hát Miklós, rendeljek valamit? Á, nem, izé vérvizsgálat csak dön. Csak vért kell levenni reggel. Nem, mert be is állíthattam volna időzítőt, na nem baj. Hű, ez izgi-bizgi volt. Na, ezt mindenképpen meg kell venni valamelyiket. Nem merek újra rollolni. Újra töltés. Sebzés. It's for me. És akkor még kettőt meg tudom menni, hogyha ezt a kettőt veszem. Vagy pedig még ide. Legyen ez már. Ennek már úgyis mindegy. Úgyse lesz meg a boss, legyünk őszinték. De amúgy boss ellen ez egy kifejezetten jó izé. Bár ugyanezt mondtam a Gunnerre is. Nézzétek, milyen jól darálom be a kis eliteket. Ah, és itt már nincs is mellé küldetés. Ott vannak tojások, azokat kéne beszedni. Kérem ezt ide. Plusz 10 sebzés, vagy plusz 10 sebzés. Kapjad csak. Meg kell állni, amúgy ez is egy ilyen érdekes üzé, hogy így megállsz és akkor hagyod, hogy rakja le. Nézzétek meg, milyen gyorsan bedaráltam, így, hogy tudok arra figyelni, hogy hogy rakjam neki a szarokat. Brutális. Kétezer egység arany megvan. Jó, jön a fúrónk. Vagyis nem a fúró, hanem supply. Azt kéne ott még kibontani még idő előtt, hogy minél több időnk legyen a bossra fölkészülni. Nem fogom tudni így kibontani. Viszont ezt rá kéne húzni a bossra. Vagy nem a bossra. De a bossra kéne ráhúzni. Tűzgyorsaság. Ezt most ki kell pucolni, és ezt a bossra kell majd ráhúznom. Addig ezt meg kell őrizni. Aj, ne jönnek a köpködősök. Nem szeretem. De izgi. Amúgy meglep, hogy ahogy indult a mondjuk a második, harmadik pályán, ahogy ment, meglep, hogy ideig eljutottunk. Olyan, hát a második pályán ugye ott volt az, hogy majdnem belehaltam a végén egy ilyen óriás tömegbe. Na most ez jó. Hát ez brutális. Ez nagyon durva. Ez kegyetlen. Attól függ, van-e környéken olyan étterem, amíg... biztosan nem is szállít, csak... olyan drága, hogy én nem szeretem az ilyen rendeléseket már, mert kifizetsz amúgy is abnormális összeget egy kiszállítós kajáért, és kifizetsz ugyanannyit, azért kiszállítsák. És nekem ez nem, tehát az, hogy 5000 forintért eszek egy pizzát, az nekem nem, egyszerűen nem fér bele lelkileg. Nem anyagilag, lelkileg nem fér bele. It's a little extra special.
Na, most pucolni kell területet, hogy a bosszal tudjak szórakozni. Azok oda nagyon jövőben vannak, szóval remélhetőleg nem is fognak onnan kijönni. HP-t kéne szedni. Fogok tudni HP-t szedni? Azért gyorsan el kell menni. Lehet, hogy ebbe fogok belehalni, hogy azért ide most eljövök. Ezt óvatosan kell, hogy azt a tárt ne bontsam. Jó. Kaptuk ide egy pár turretet, kicsit megritkuljatok. Na, hol a boss? Itt talált esély? Miért ne? Ne! Elcsesztem. Tudtam, hogy ugrani fog, és mégis. Az a jelenleg nagyon necces ez a megállogató téma. Sebzés. De mi? Nem is voltam ott. Ez most unfair volt. Ó, az ott nagyon nagy szerencsé, hogy azok oda beszorultak. Már szerintem rég halott. De még? Nem jó, nem jó, robbanósok, nem jó. Most fogunk meghalni. De kicsi múlott. Eddig ez volt a legjobb üzeink. Ez simán meg lehetett volna. És még nincsen túlfejlesztés. Ez brutál lesz túlfejlesztés. Ezzel biztos, hogy fogunk még játszani. Őrtorony, aranybevonatú lövedékek. Aha. Galván elektromos kerítés. Mondom, lerak kettőt, és akkor kettő között sokkol. Hát igen. 2.200.000. Brutális. Ez most jó volt. Ez erős volt. Srácok, viszont itt hagyjuk most abba. Kár érte, kiváló mérnök volt. Így van, kövi körre meg lesz. De az nem ma lesz. 10 óra van. Én nekem holnap is korán kell kelnem. Még szokni kell az új melót, úgyhogy nem akarok hullaként bemenni. Itt hagyjuk most abba a Deep Rock Galactic Survivort. Nagyon élveztem a játékot, én nagyon féltem tőle, hogy mennyire fog lekötni. Egyrészt engem, egyrészt titeket, de hát úgy látom, hogy nektek is tetszik. Meg hát én nagyon jól szórakoztam vele. Nagyon fán volt, úgyhogy biztos, hogy lesz még belőle. Ameddig érdeklődés van, és ameddig engem is érdekelten tart. Muszáj, Drew, éhen halok. Még nem is tudom, hogy mit fogok enni, és hogy fogom megadni, mert ezek benzinkút lesz belőle. Az még talán egyel túlélősebb. Meglátom, majd kitalálom. Rendelni már nem akarok. Hát ugye ettem én ebédre főtt kaját, csak vacsira kéne valami hideget. Majd meglátom. Na jó van, srácok, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Nagyon élveztem a játékot. Úgy érzem, nektek is tetszett, remélem, hogy igen. Fogjuk folytatni. Holnap izé lesz. Még nincs kiírva a menetről, de hát ugye elmentem reggel itthonról, aztán hazaértem. És még a cipőmet esetre rúgtam, amikor raktam fel a streamet. Úgyhogy nem volt időm még megírni a menetrendet, mert utána még spanyolozni is akartam, meg egy kicsit itthon ugye edzek minden nap, akkor az is meglegyen, tehát hogy épp hogy mindent belefért, és még nem is ettem. Tehát én reggel 7 óta, 6.30 óta mozgásban vagyok. Úgyhogy holnap mindjárt megmondom, hogy mi lesz, várjatok. Lehet, hogy Stark már kiírta, megbeszéltük napközben itt a menetrendet. Megmondom itt most nektek, hogy holnap Enshrouded lesz. Úgyhogy holnap megyünk Enshroudedozni, ami nekem szintén egy nagyon szívem csücske. Mi az új meló? Majd mesélek, Damaszkusz. Nagyon röviden, laborkoordinátor. Tehát főleg logisztika és adminisztráció, de hát még most tanulok be, úgyhogy egy genetikai laborral kapcsolatos mérések, ilyesmik. Még nincs kint persze, ja, még Starknak sincs kint, jó. Úgyhogy holnap Enshroudedozunk. Csütörtökön meg lesz Powered. Szerdán pihenőnap, pénteken pihenőnap, szombat valószínűleg pihenőnap.
Pénteken lehet, hogy lesz esti. Majd meglátom, ugye szerda péntek most azért lesz pihenő nap, mert az edzést azt nem akarom elhagyni, és meló után úgy érek haza, hogy ha edzeni akarok, akkor sajnos utána már live maximum nagyon későn fér bele. Majd meglátjuk. Úgyhogy ja, srácok, köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok, jelenlétetekkel emeltétek az est fényét. Holnap folytatjuk, holnap Enshrouded lesz. Én nagyon, engem most nagyon feldobott az játék. Ez most nekem az elmúlt hónapok egyik legnagyobb pozitív élménye volt, főleg azt, hogy nektek is így tetszett. Úgyhogy ja, köszönöm szépen még egyszer. Holnap folytatjuk, ha tetszett a live, akkor dobjuk egy lájkot, hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel. Jack voltam a Deep Rock Galactic Survivors-szal, Danger Darkness Dwarfs, és holnap találkozunk. Minden jót, szép estét, legjobbak a srácok, sziasztok!